Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Lenyeli? Igen. 6 óra múlt 12 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatóink, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani, hello mindenkinek, itt vagyunk. Jó reggelt. Jó reggel. Gyorsan mennek a napok, még az előbb azt mondtam, hogy szerda, ma már azt mondom, hogy csütörtök, ugye? Hihetetlen. Hogy rohan az idő. Hát Istenem, és holnap azt mondod, vagy péntek. Csak egészség legyen, az a fontos. Na, így van. Így van. Ja. Ja, gyerekek, gyerekek. Mi újság van veletek? Minden a legnagyobb rendben van. Figyeljetek, mondjátok már nekem, hogy van egy ilyen kérdés, ami nagyon régóta fogalmazódik már meg bennem, és talán már meg is fogalmaztam egyszer-kétszer, de nem értem a dolgot, hogy szerintetek a BKV sofőrök azok miért nem állítják le a piros lámpánál, ha mondjuk jön egy szemafor elé, beállunk, egy fénysorompa elé, és akkor mit tudom, 5 perc múlva jön a vonat, hogy addig minek kell bekapcsolva tartani a motort? Mert ő nem tudja, hogy 5 perc, és ha 1 perc múlva jön. Ja, hát akkor megérted. Meg ott most na erre a kicsire már nem állítom le, mert már ugyan 6 perce itt állunk, de lehet, hogy egy fél perc múlva. Ah, most már úgyis mindegy. Tehát, hogy nem spórol egy kicsit az üzemanyaggal, meg nem jó az olyankor ugye a levegőnek, hogy... A levegőnek jó, ott az újra indítás körül, aha, ez mindig egy ilyen kérdés, hogy meddig igen, állsz. Mert mennyit állsz ahhoz, igen, képest, amit újraindult, az ott mennyit fogyasztasz, hát ha 5-10 percet állsz, nyilván érdemes leállítani. Nem tudom, hogy a buszba mit kell keringetni. Tehát, hogy a levegőszető rendszerhez kell-e a motor, a jelzőberendezés, mit tudom én, nem tudom. Plusz ugye az van ott, hogy az azt hiszem, azért nem értek. Igen, hogy légfékes, de ez most lehet, hogy nettó hülyeséget mondok. És ez csak akkor megy. És ez csak akkor megy, tehát a fékrendszer, az a légfék, aha, talán csak akkor megy, de majd mindjárt okos kollégák megírják ezt, akik járnak busszal, már hogy vezetik, mert a teherautók egy részénél például ilyen is van, hogy ez csak akkor, mert tehát föl kell pumpálni, akkor az ott leereszt, ha megállsz. Bonyolult. Egy darabig egyébként erre volt kísérlet, még talán van egy-két olyan kereszteződés is, ahol az van a piros lámpa mellett, hogy kibe van két ilyen lámpa, és akkor ki kell kapcsolnod a motort, meg be kell kapcsolnod, aha, a motort. Na mert csak, hogy ezek a járművek ugye körbe járnak, mit tudom én, ilyen Lőrinc, Újpest, Újpest, Lőrinc vonalon, hát addigra azért csak összeszedi magát az a légfék annyira, nem? Hogy... Én egy járattal át tudnék menni hozzátok. Egyébként simán, gyere, új, nyugodtan. Újpest, várj már meg a kapu előtt, ne csöngess már befelé. Ja, tudom, és álljak ott egy 4 napot, majd mire beengedsz. Hát, hogy ennek így ilyen komolyabb technikai oka van, akkor feltartom a kezem, és azt mondom, hogy bocsánat, de hogy én úgy tudom, hogy már modernebb autókban is például akár már egy piros lámpánál is leállítja magától, nyilván nem véletlenül a jármű. Azt ki lehet, igen, elvileg ki lehet kapcsolni. Ki van egy ilyen eko-stop. Milyenkben is, igen, de hogyha nem akarod, akkor rátaposol a fékre. De ha nem, akkor van a hüvelykúj, meg mit tudom, igen, én, tehát, hogy még két közé. Ilyen biztos, hogy mindig jó, én nem is annyira szeretem. Nem tudom, hogy mennyit spórol vele, vagy nem spórol vele. Most egy turbós autó tilt rá a piros lámpánál, a turbó nem hűl vissza, az szépen tönkreteszi az önindított meg a turbót. Aha. De mondjuk ha látnám, hogy 2 perc piros van, akkor az tök jó, tehát arra le lehet, nem? Arra le lehet állítani. Hát lehet, hogy fél, nem? Hogy esetleg, hogy igen, hogy kell tolni, vagy nincs ötletem, vagy mit tudom én. Persze, hát. Erről most komolyan, nem biztos van valami ok, hogy egyszer hirtelen állítja, visszaindítja, akkor nem mindig megszívja magát. Nem tudom, hát ezek olyan régi ikaruszok, vagy mik ezek, amikkel jössz? Nem, ezek már modernebb járművek. Itt van, műszaki állapotok miatt örülnek, hogy beindult, írt a kamionos. Ja, jó. Jó, oké. Okay. Szerintem ez egyszer induljon be, a végére állítjuk nekem, hogy ne halljon ez itt meg, tehát inkább menjünk végre. Ha fél év, és ne esik egy ilyen 4-6 magasságában, én sem szeretném az alsó állmástól a határútig eltolni a buszt. Tehát, hogy így... Tudod, milyen félelem van bennük, hogy lerobbannak? Hát hülyék lennének leállítani a motort. Na, akkor értem. Reggel beindult, örülünk. De 3 éve megy az összes buszmotorja, egyiket sem merik leállítani, még este a depóüzembe sem, mert hogy leállítjuk, az nem indul el soha többet. Ja, lehet, hogy úgy tankolják. Járom motorral, igen. Mennyit álltatok a pirosnál? Hát ez változó. Van, amikor, mit tudom én, egy kicsit gyorsabban ér oda, akkor valamikor át is csúszunk, tehát nem is kell állni, valamikor csak 1 percet, 2-t, 3-at, 4-et, tehát attól függ, hogy jönnek. Hát tudjátok, hogy... Igen, én nagyon kevés autót látok, aki, precizitás. Hallok, aki leállítja. Lehet, ezek a visszaszámláló lámpák egyébként jobbak lennének. Jó, hát az nagyon jó lenne. Jó, igen, látod, az nagyon jó. 90 másodperc. Így van. Akkor megállítod, 10 legalább újra indulsz. Legalább itt, tehát, hogy ilyen fénysorompoknál szerintem, aha, tökéletes lenne. Mert mit tudom én, hogy a városban nem, annyira vidéki városokban lehet látni, én imádom őket. Szerintem egy nagyon precíz, nagyon pontos dolog. Megmutatja az autóst is. Látod, hogy mennyi van még hátra, aztán tudod, nem idegeskedsz. Érted?
Hát fénysorompon nem tudod megcsinálni, mert a vonat az meg így viszonylag kiszámíthatatlan. Mert igen, ugye a piros lámpa az egy programozott, tudja, hogy 90 másodpercig piros, aztán jön, de mondjuk a fénysorompon, hogy a vonat majd jön, addig számolja vissza. Á, nem, Feri, te is nagyon jól tudod, hogy a vonat nem vár, elindult már. Ez is igaz, ezért nincs rajta bástya, tudom. És ne felejtsd, hogy a csípa füstje ne sírja. Ott úgy lehetne megcsinálni, hogy beépítenek valamit a jelzőlámpához, és amikor a vonat egy adott távolságon belül van, aha, 200 méterre, akkor kírja, hogy még mondjuk egy perc. Aha. És akkor már nagyjából tudod. Addig nem jelez, de amikor azt áthagyod a kis mágnest, akkor fölvillan, hogy mit tudom én, két perc. Aha. És akkor onnantól kezdve még elmegy, eltűnik, lepereg az óra, és mehetnek. Mondjuk ez már nagyon modern lenne. Ne gondoljuk. Hova, hát, hova gondolunk, hogy jelezze, hát, hogy mikor megy el a vonat? Hát, előbb érjen oda. Ne, igen, legyen ott. Hát. Jó, de a négyes metró az már kiakta az irányjelzőt, hogy merre van az arra, érted? Tehát most már ott a jövőbe tartunk mi is. Most nyert az egyik állomás egy díjat is, hogy milyen szép, meg milyen jó. Bizony. Egyébként tényleg. Hmm. Ez tök jó. Úgyhogy, hát csak fura, hogy tudod, hogy az egyik véglet, másik véglet. Hát. Na jó, de hát a vonat az 1800-as évek, ez meg zsírúj. Azért nem ugyanaz. De most már egy csomó helyen vannak ezek az információs táblák. Nálunk igen, a 13. kerületben is már van egy csomó, és akkor működik is, hogy ez még próbaüzembe. Figyeljenek rá, mert az írni fog mindent. Szerintes van 2-3, és tényleg működik. Jó. Ennek van egy neve, mi ennek a neve? Mindig elfelejtem. Infótábla nekem. Nem tudom. Nem. Elektronikus utas. Nem, van magának a rendszernek, van ennek a rendszernek egy neve. Hogy ez mi? Uh-huh. Ez a digitális... Hát budapesti digitális budi. Igen. Már van egy neve, de egyébként teljesen mindegy. Mi van ezekkel a bringákkal? Valaki kipróbálta, már mentetek? Üzembe helyezték? Próbaüzem volt már. Próbaüzem volt. Pont a 4-es metró átadásakor volt próbaüzem. Na, és megy a bubi. A bubi. Jó. Hát szerették, azt mondjuk, hogy szerették, igen. Hát ugye nyilván számolgat mindenki, hogy ez most mennyire jön ki egy évre. Pont azt hiszem, tegnap vagy tegnap előtt láttam fent az egyik portálon, hogy már ki is számolták egészen precízen pontosan, hogy egy évre mennyi lenne a bubi. Hogyha mondjuk valaki így, van egy éves bérlet, az ugye? 17-18. Az 18. Én is azt olvastam, hogy ilyen 17-18 körül lenne. Nem vészes. Nem rossz. Nem vészes. Ha egész évre nézzük, az mondjuk azt nézett, hogy mondjuk egy mennyi, egy 1500 forint havonta. Hát igen, de télen azért nem bringázol annyit. Ez igaz, szintén, de mondjuk 6 hónapot. Ja. Igen. De van, aki télen is felszáll rá, úgyhogy akkor ilyen 1000-néhány száz forintért van egy havi bicikli bérleted, nem rossz. Nagyon, nagyon rendben vannak. Egyébként én még csak magával a kerékpárral még nem pároztam, de hogy egyébként ezeket a standokat, meg ezeket a szigeteket, azokat megcsodáltam, mert a Schönherz előtt is van, és amikor arra jártam, akkor nézegettem, busztáltam. Igen. Körúton én is láttam már, de bringák még nincsenek benne. Biztos, hogy ki fogom próbálni. Már így is üzemszerűen. Nem csak így, mert ugye az udvarom egyszer, már mentem vele egy karikát. Combszéres sérülést szenvedtem tegnap, egy írtozatosan kiélezett, kihegyezett. Éles, véres teniszmeccsen. És egy szörnyű teniszmeccsen. Uh-huh. Visszavágó volt, vagy? Már nyerőszériában vagyok, aha, megint nyertem. De ugyanaz ellen az ember ellen? Most ugyanaz ellen az ember ellen, és most már... És ráadásul sérültem. Forgatott benne a kést? De direkt sántítottál még rá egy kicsit. Nézd meg, így is, így már, is. Már előtte is. Na hát játszom egyet, de nagyon le vagyok sérülve, nem szívesen. Bocs, hogy nem aláztalak meg annyira, mint tegnap, vagy tegnap előtt, de tudod, kicsit fáj a combom, nem mindegy. Igen, nem baj, ha csak tenyeresekkel válaszolok. Úgyhogy megsérültem, gyerekek, nem jó. Nem jó, meg combhúzódásom van. Ráadásul egy olyan izom húzódott meg, amire egyrészt nem is tudtam, hogy van kettő, nem tudom definiálni, hogy honnan jön a fájdalom. Csak egy ilyen combon keresztül húzódó, ilyen belső combfájdalom. Nyomogasd végig az összes vitálpontodat. És az jó lesz nekem? Hát majd csak kiderül, hogy melyikből. Hogy hol fáj. Melyikből jön a fájdalom. Ez kicsit érzett, hogy a hétvégi futást így utca meg. Én titkom bízom, bíztam benne, hogy eljössz. Fia, a Csabi nem lefutotta a múltkor úgy a Vivicsit, tehát hogy előtte 5 kilométernél többet nem futott, és úgy letudta a 10-et, akkor neked is menni kell. Mert azért a Csabin volt egy kevés felesleg akkor még. Nem volt mindig olyan sportos, mint most. Aha. Igen, lehet, nem a tudom. A kis picebóca. Nem tudom. Ilyenben vagytok. Futok majd egyszer megint valamennyit, mint Forrest, elindulok, és akkor futok. És akkor viszont nem 8-10 hetet, aztán majd elfáradok, akkor azt mondja, hogy elfáradtam, hazamegyek. Most ezt így még annyira nem érzem. Kicsit még javítok a kondimon, és akkor meglátjuk. De most, aki ilyen órákig tartó teniszmeccseket meg tud csinálni. Más azért ott megállsz, közben sétálsz, a hálóhoz mész, térfelet cserélsz, szervál a másik, tudsz hát, így szünet. Hát meg ilyen gyengébb ellenfelek ellen érte. Ez az meg a másik érte.
Szóval az, azért ez nem folyamatos, futás igazából, ja. ott gémenként, szettenként csere van. Tehát gém is van, világos. Hogy ne volna, érted. A madarak. Milyen ornitológus? Ez egy víz melletti pálya, érted. Vízigém, vízigém, hosszú csőrű, fekete gém, piros csőrű, kis gém. Tehát, hogy... Értek minden. És közben még madarakat is néztek, tök jó. Igen, szóval a térfél cserénél ugye hát átsétálsz a másik oldalra. Páratlan gémeknél cseréltek térfelet, ha ez mond neked. Igen, vannak a párosodó gémek. Meg van, aki nem akar párosodni, az a páratlan gém. Mihányosan áldogálnak a láb szélén. Várják, hogy valaki őket is megkívánja. Aztán alá fújjon a torzat. Ők a páratlan gémek. Na, ki mesélte el a gyereknének az egyik mesémet? Egyiket se. A gyilkos majom, az öngyilkos kecskék és a nem tudom, napot látott békákat nem sikerült? De csak mondom, hogy nálunk egy picit meredekebb volt tegnap a történet, mint ahogy egyébként lenni szokott. Az állatorvosi pályám kezdetén című könyvet pusztítjuk most jelenleg, és egy olyan részhez értünk, amikor egy sertésnek, egy disznónak a herélése került szóval. Most az nem volt ennyire durva, mint a te tegnapi történetet. Tehát, hogy ahhoz képest ez egy semmi nem volt, érted? Csak egy ízelítő volt egy picit az élet sötétebb oldaláról. Tehát, hogy azért felülmúlhatatlan volt, én azt gondolom, a tegnapi gorillás történet. Nekem egyébként az ütött be a legjobban. Gábor, akit annyira szeretett az ő gorilla mamája, hogy addig szorítottam, míg meg nem fulladt. Na most ez a történet, amit mi olvastunk tegnap a Virágnak, ez semmi nem volt ahhoz képest. Hát illetve a veszélyes. Egy nyomorult rémálom nem jött belőle. Az öngyilkos juhok. Nyulak. Akkor öljük meg magunkat mind. Jó, mondták a nyulak, és beleölték magukat a tóba. Hát az valami elképesztő. Ja, valaki nem hallotta volna tegnap ilyen gyerekmeséket. Olvastam, érdekesek egyébként, három perces állati mesék ez a címe, és még néhány darabot lehet kapni belőle a boltokban. Hát sok szeretet nincs benne. Nincs. Várható szövezményekkel, lelkitesti elváltozásokkal jár a mesék rendszeres olvasása a gyereknek, de mondom. Az állatorvos leszekben foggal herélnek, vagy? Ne, precízen pontosan. Ez egy precízen pontosan szakértő módjára, mert ugye James Herriot az írója valójában is állatorvos volt, és így összeszedegette az ő kis sztoriait az életéből, és de mondom, ez a herélés, ez Balázs meséhez képest sehol nem volt, egyszer sem sikoltott fel a Virág, hogy ne, azt a kant már ne, vagy ilyesmi, nem volt semmilyen, de ha elolvastam volna a gorillás történetet, vagy a békásat, aki rettegnek a napnak a, hogy hívják jától, a házasodásától, szaporodásától, stb. Vagy például a nyuszik, akik ugye szeretnék a tóba ölni magukat, ami egyébként már valószínűleg kiszáradt és tele van békatetemekkel. Tehát, hogy ezekhez a történetekhez képest James Herriot a kanyarban nincs. Van még ma is, ha akarják. Jó, mindenképpen. De csak 8 után kérlek. Jó, 8 után, 8 óra után, 10 perccel, abszolút mielőtt jön, amit drága Gáborunk, egy mese felnőtteknek, hát, gyerekkönyv. Az a Gábor aggó. Arra. Az a Gábor, mert én egyébként a gyerek nem is, de én felsigoltottam tegnap este. Hogy jön a Gábor? Ne, Gábornak már nincs pulzusa. Na kérlek ne szépen. Szorítsd. Ja, az egy másik Gábor. Az elmentes övezet tiszteletére megcsináltam nektek a felvágottat, a házit. Tényleg? Következő a helyzet. Behoztam ide. Világ premier. Két darab szendvicset, elég szépen megcsinálva. Nagyon szép. Legyen egy teszt, meg legyen egy nem teszt. Az egyikre feltettem egy hagyományos felvágottat, nátrium glutamáttal készítve az összese benne, a másik az én házim. Aha. Melyikhez nyúlt hozzá? Hát, szerinted... emésztődik már AE. Dolgozik már az AE. Azért tettem, hogy beleharapsz abba is, meg a másikba is. Nem is sejtettem, hogy mivel láttam kint a tálat, így valamiféle sima felvágottszerű van az asszangon, ott a mindenkettő jó minőségű. A sima, a nagy, az enyém a jó minőségű, amiben semmi nincs. A másik, az még egyszer mondom, tele volt nátrium glutamáttal. Hát, egy jobb fajta sonka volt, az talán nem annyira veszélyes, tehát amivel ölni lehet, az inkább a párizsi, de... Menti magát, ne haragudj, nem volt párizsi otthon. Az nagy baj. Mert ezt egy tesztnek hoztam a másik. Minden valamire való háztartásban van egy kis, és ez a saját? Ez a saját, ez olívabogyóval csinált. Kóstold meg. Ez világpremier. Legalább kóstold meg. Világpremier? Aha, legalább. Miből van? Csitke? Kóstold meg, majd megtudod. Milyen más a színe? Sokkal, hát, igen. Tehettem volna én is bele színezőt. Nagyon jól néz ki akarod, egyébként. De nem akartam. Jó. Jóféle. Ez így néz ki a házi. Nyilván az állaga se olyan, ugye, mert nincs tele mindenféle. Nem tudom jelenni. Nem volt ott egy guargum, és ezért csak. Igen, csak ennyire futottam. Csirkéből vagy miből? Ez csirke. Aha. És itt milyen? Tejszín van benne, fűszerek, és ennyi. Mint egy pástétom.
De hogy... szeletelhető, ugyanúgy, ez így nézett ki, ilyen rúd volt, gyönyörű rúd volt, ott van felszeletelve. Nagyon komoly. És akkor a vicc kedvéért tettem bele egy kis olívabogyót, hogy mégiscsak, mondjuk azt, hogy olívabogyós. Olívabogyós elmentes felvágott test. Nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Kedves egészségedre. És időben mennyi volt? 8 perc. 8 perc. Annyi nem volt. És előtte a kísérletezés is 3-4 hónap. De az más, de most már megvan a dolog. 8 perc az egész. 8 perc összerakni, be kell raknod egy észébe, főzöd 50 percet, de azzal nem kell foglalkozni. 8 percig állok a nyitott hűtőt, hogy mit tegyek, kinyitom a hűtőt, és eltelik 8 perc, hogy na, akkor Bali, ki kéne venni valamit a hűtőből, nem? Hát, igen, de olyan ismeretlen a belseje. Már csipog, nem kéne becsukni, már villog is, nyom, át, na, ez vajon nemes penész vagy standard? Hát igen. Bruttó 8 perc, nem? Bruttó, igen. Brutto. A gyors vagy az nettó 6. Nettó 6 alatt, igen. És valami formába beleraktad, vagy bele kellett rakni? Úgy csináltam, hogy ilyen szaloncukorszerűen összecsavartam egy sima sütőpapírt, meg az fóliával betekertem, és akkor elkezdett csavarni a két végét, és összeáll ilyen gyönyörű hengerre. Hát sütni nem próbáltam, én ezt vízben főztem meg, hogy ugye meg legyen az állaga, és kész. És ebben csirke van. Rántható? Rántható, lehet rántani. Rántott parizer. Szerintem tudunk róla mindent, hogy akarsz még valamit. Vicces volt, hogy rántható? Ízhető? Hallod, engem lenyűgöz, hogy valaki párizsit csinál. Az megdöbbentő, és soha nem állnék neki, igen. Na jó, de ezért van a Feri, meg ezt szereti, és megcsinálja. Hát ez... Én mondjuk továbbra is... Ízre agyba főbeveri a párizsit, hát nyilván. Tehát, hogy... Én továbbra is a Knyárféle házi kolbászban hiszek, tehát, de hogyha de azt akartátok, akkor itt van, tessék, megcsináltam. Tehát szerintem ehető, fogyasztható, majd közöljük az elmény. Kár, hogy a Gábor nem eszik húst, megkóstoltatnám velem. Ja. Csak ugye vega ő is. Én majdnem rányúltam e színre, én sajtnak mondtam volna. Tehát, hogy így ránéztem, és akkor mondom, a kis olivás sajt benyomok belőle egy kicsit, őt nem is kárhoztam volna. De a többiek azért faltak belőle rendesen. Most akkor gondold el, ugye, amit erről a Gábor is sokat beszélt, hogy így ott van az a nagyon kellemes, nagyon szép rózsaszín szín. Igen. Hogy az miből van? Hogy néz neki a párizsi, ha nem lenne megszínezve? Hogy hogy néz neki sokszor a sonka, meg hogy néz neki egy csomó húskészítmény, mert ugyanak normális állagában egyébként ehhez hasonló színe van. Igen. Ilyen matt, ilyen fehér. Na most mindegyik kap ugye ilyen kis finom rózsaszínbeütést, és ízkeltő, vagy étvágykeltő guszta, tudod, de azért aznak nem olyan az eredeti színe. Majd befestem ez a az következő. Színe. Tessék? Majd a következőt megfestem neked valami természetazonos aromával. Igen. Céklalével meg lehetne például. Egyébként igen, céklalé. Meg tudom csinálni. Na, tessék. Azzal meg lehetne. Így épül ki egy iparág. Már meg is vagyunk. Már csak céklaleves felvágott. Már csak forgalmazni kell. Na jó van, hát a hetünk elment játék szempontjából. Tereltünk, de sajnos igen, a fekete leves mellett nem mehetünk el. Igen, sajnos ez a hét elment, viszont mi még azért mindent megteszünk, hogy legalább szépítsünk. 3-0. Aha. Ajajajajaj. Nekem is fáj ez, de tényleg annyi. Ha legalább ne legyen 5-0, nem? Igen, viszont mind a hárman buktunk egyet, tehát korrektedül, tisztességesen játszottunk. Igen, mindenki hozzátette ez a nagyon-nagyon tisztességes eredményhez. Jól van, oké, lehet jelentkezni akkor játékra. SMS-ben, jó, jönnek a hírek után pedig jövünk, mi is vissza. 9 perc múlva pontosan, 7 óra, hello, drága hallgatók, itt vagyunk, szia Jani. Szia. Szia Feri. Semmi. Hello. Jól vagytok, jó. Egy ideje. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Eredményünk nem túl fényes. Hát, úgy is mondhatnak, szánalmas, nem? Akartam valami rímet mondani, de nem jutott eszembe semmi. Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Látnátok, én egy guvvad a szemük. Mind a kettőjük meg. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, halló, sziasztok! Hello! Szia, ki vagy? Nem kaptam még üzenetet. Judit vagyok, a Hajdúböszörményben dolgozok, Debrecenből. De megjött. Mm. Itt van az üzenet. Juditkám, hello, jól vagy? Szépen indult a reggeled, jól? Hát, most már meg aztán pláne jó, hogy játszottok veletek. Na látod? És ez még akkor is jó, ha mondjuk nem nyersz. Szímán. Akkor is. Maga az élmény már, ugye? Maga az élmény. Jól van, kivel szeretné játszani? Hát, legyen a Jani.
Ez a beszéd. Legyen olyan. Jól van. Oké, az órát indítjuk, Judit, legyél ügyes, drukkolunk neked. Jó, okay. Nekünk már igazából kicsit mindegy. Csak mindegy. Már csak a tisztes helytállás miatt küzdünk meg, hogy ne tudjátok a fejünkre olvasni még hónapokig, hogy 5-0, haha. Hogy felmostátok velünk a padlót. Igen, finoman szóval sebezhetőek vagyunk. Mehetünk? Mehetünk. 3-2-1, tessék. Na, szeretnél kérdezni? Kérdezz nyugodtan. Jó? Kérdezek akkor. Kérdez. Hallottam, hogy maratonra mész április 13-án? Az 10 kilométer. Úgy hallottad, hogy maratonra megyek? Igen. Második másodpercben majdnem. Nem mondjam. Igen, az ember ezt leírja, akkor automatikusan belefut, ez már tanulság így az évek alatt, hogy... Na, de nem baj. Már a lényeg, hogy igen, már a második másodpercben egy kicsit hezitáltál az igen szó kimondásán. Igen. Volt egy ilyen, de hát nem kell sokat várni. Igen. Judit, köszönjük a játékot. Nem baj. Köszi. Én is köszönöm, további szép napot. Hello, sziasztok. Vigyázz magad, ciao, sziasztok. Hello. Jó van. Gyönyörű. Megszerezted a becsületpollunkunkat. Jó gyerek vagy. Igen. A köztesó adj egy ötös. Csak emeletesó, jó gyerek vagy, jó srác vagy, oda tetted magad. Így már akkor, hát nyomorultul hangzik, de 3-1. 3-1. Figyeljetek, hogy oké, hogy elveszítjük, de a vége lett belőle 3-2, arra meg már lehet pár hónap múlva bármit mondani. Hú, de kiélezett küzdelem volt, hogy csinál, emlékeztek. Igen, akkor már csak az lesz, hogy 3-2. Igen, 3-2. Nem ment olyan nyomorult. Na gyorsan még egy-két közlekedés így a hírek előtt újra. Kamion borult az árokba, az M7-esen, rendőrök mentők már a helyszínen. Ha valaki tudja ezt kicsit pontosítani, hogy az M7-esen hol, az lehet, hogy egy kicsit nagyobb segítség. Tavaszi fotó készül Nagyszentkés kopháza között a 84-esen. Mosolyogni muszáj, ezt Gabi küldte nekünk. Trafi Várpalota után Veszprém felé és Litérbel területén is. Gyógyszeres üzeni van, mint Balassagyarmat Vágóhídnál szintén trafi. Aztán M7-es Budapest felé a 16-os kőnél egy autó a belső sávban forgalommal szemben, jobb oldalával a térelválasztó betonon pihen. Ezt Pablo küldte nekünk. 85-ös Csorna, fehér Seatból drága fotók készülnek, a Sopron felé haladókat mérik. Ezek a legfrissebbek. Köszönjük. Így állunk most jelen pillanatban. Most mi, hidegfront van? Meleg van? Hideg van? Mi lesz ma? Mert most fátyolfelhő, de... Jön egy nagyon pici kis hidegfront, de egész szépen véve semmi extra nem lesz, mert 20 fok körül hőmérséklet, talán egy pici eső lesz majd délután, de... Észak-keleten gomoly felhők. Na, tessék. Oda van írva, azért tudom így. Tényleg. Zápor eső délutántól pedig a nyugati és a déli területek fölé egyre vastagodó fátyolfelhőzet sodródik, de ebből csapadék nem lesz. Milyen szépen elmondtad ezt így, ráadásul fejből. Igen, milyen szép kis időjárás volt. Azt nézem egyébként, hogy a TV2 reggeli műsorában vannak visszatérő vendégek, ez nyilván annak köszönhető, hogy Zsuzsa elkezdett öltözködni éjszaknak megfelelően. Igen, Zsuzsa nagyon. Amúgykor nem mondtam még el azt, hogy visszamehetnék még egy körre. Igen. Na jó van, 7 óra lesz pontosan. 4 perc múlva jönnek a hírek után pedig itt vagyunk mi is. 7 óra múlt 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jani, szia, Feri, szia, Jani, szia, Feri, 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 szia, Lassan 50 évesek vagyunk, és még mindig ez a humor. Hát szomorú, hogy egy reggeli rádióműsor itt tart, hogy ez a humor. Szomorú. Elképesztő. Mondaná ezt. Szégyen. Fáj Miklós. Ugyanakkor felemelő. Ugyanakkor ez a legjobb. Na, hát én nem tudom, mi van ma, ami drága, nagyon-nagyon-nagyon szeretett hallgatóinkkal, de hogy özöllenek egyszerűen a közlekedési SMS-ek. Ingyen SMS? Vagy egyszerűen ennyire szeretnek bennünket? Megosztási kényszer? Nem ma van az SMS-ek napja? Az SMS-ek világnapja? Közlekedő SMS. Hát ezt komolyan mondom, fantasztikus. Ma délutántól mi is egy kicsit felgyorsulunk majd az autóval, mert ma megyünk lecserélni a tévét. Lassan ilyen 24 fokban, úgy érzitek, itt van az ideje? Nem, mert most már abroncson gurulunk. Azért mondom, hogy kelljött az ideje, így 24-26 fokban hétvégénként most már. Hát jó. Hát most felakadtuk időpontot, iszonyat sorba állás van. Tehát, hogy hihetetlenül sokan vannak. Úgyhogy alig tudtuk beszuszokolni magunkat most egy ilyen jó kis 11 órás időpontra.
Este 11. Hát most gondolatod, érted, zárás előtt érünk oda. Mondok én neked jó ötletet. Csak balóllal tudják megcsinálni. Vannak éjjel-nappali gumisok, ahova nem kell bejelentkezni. Tudom, mert senki nincs. Csepeli bekötő út. A Taizi a Lőrinci úton egyébként Rákoshegyen, ott van egy éjjel-nappali gumis. És miért nem mentek oda? Mit? Hajnali háromkor oda gördülsz. Az a baj, hogy Móni észrevenné. Ha kimennék oda a Lőrinci útra. Este 9-kor oda mentek, ember nincs, aki gumit cserél. Én régen, amikor még így nem volt meg egy kedvenc gumisom, ahol most már ezt így meg tudom csináltatni, addig csak éjjel-nappali gumisnál cseréltem. Bedobod a négy kocsit, este 10 órakor elindulsz, 11 órára minden el együtt megvagy, évfére otthon vagy, senki nincs. Ott ül két sávó, és várja, hogy valami történjen, este 11-től reggel 6-ig. Éjjeli gumist kell találni. Napközben full csúcsidő, mindenki megy. Este 10-től, már nem is 9-től, nem másnap reggel 6-ig. Berak, hát 9-kor még jó kaland is. Elmentek és este lecseréltetitek. Tök jó. Nagyon sok ilyen nappali gumis van. Hát nem hangzik rosszul. Komolyan, 6-ot tudok neked mondani. Várjál, számolok, 7-et. Ja nem, 8-ot. Te úgyis otthon tárulod a gumit, nem? Kora blöff királyok. Hallod, várjál, eszembe jutott még egy 9. Ja igen, de várjál csak, ja nem, az csak 20 órás van itt. Igen, de ebből 2 az utcátokban van rá. Igen. Fordulj meg, na itt. Na, látod, ezt se tudod, hát itt laksz, és ezt se tudod, érted? Lőrince, most csak 6-ot tudok mondani azon. Nem, amit én nagyon szeretem, nem tudom, hogy van-e még, amikor mész Cseperre. Igen, ez megvan. Még többen csinálják naponta. Ingázóknak hívják. Mi ez a Csepeli gyorsforgalmi, és rámész a Csepeli gyorsforgalmi az Obi mellett, és elindulsz Cseperre a bekötőn, ott átmész a benzinkútvá jobbra, és a benzinkút után balra fordulsz egyből, és ott van. Na fogadj. Na, és ott van egy zöldség. Na, a zöldségesnél ott hátul van egy kis, ott elkerül, azon elmész, jobb kéz felől van egy telek. Nincsen még rajta semmi, egy teljesen üres telek. A telek mellett balra kell kanyarodat, de nem annál az utcánál, ahol a sárgaház van, hanem a benzinkút mögött. Na, és akkor ott elmész, de tényleg szükség. Arra nagyon vigyázzatok, hogy az egy zsákutca. De nem is kell egyébként a zsákutcába menni, hanem elmész jobbra. Majd meglátod. Jobb oldalt pedig van ez a nyárfasor. A nyárfasornak a végén már látni fogod egyébként így keresztbe azt az utat, amin nem kell átmenetek, mert mellette is elmertek vele párhuzamosan. Na, ott lesz. Öcsém, bátyám. És tényleg ott van. És oda menni, és ott lenne. Drága vezérem. Igen. Szőr, nagyuram. Meglátod, tengermély tisztelettel mondanám neked, hogy egy jóféle söritalt igyál még azért ott meg, kicserélik a gumidat. Jóféle söritalt? Jóféle sörikét. A lényeg... Úristen, ugyanen hordjuk a kocsit. Higgy nekem, Csepeli, elmondom még egyszer. Csepeli bekötő. És elmegy, majd felszedem a pénzt. Befele mész, vagy kifelé? Igen. Hát attól függ, hova mész. Ha Cseperre az neked befele, akkor igen, ha városról jössz, akkor be kifele mész Cseperre. Ugye, hogy hova mész? Hát nem mindegy. De várjál. Mondjuk nézzük azt, hogy Csepeli lakos vagy. De ez Csepeli bekötő? Ez a Csepeli bekötő. A gyors de ez forgal, már a Duna mellett van, mert akkor az kikötő. Lefordulsz jobbra. De várjál, hogyha szembeállok. Lejössz a Lágymányos hídról. Csepel felé állok? Így van, Csepel felé állsz. Igen. De miért jönne le a Lágymányos hídról, mikor ő a pesti oldalon lakik? Az nagyon jó. Akkor átmész a Lágymányos hídról. Jó, hát én nem panaszkodom. Átmész a Lágymányos híd alatt, igen, átmész a Soroksárin keresztbe, és rajta vagy a Csepeli bekötőn. Megvan. Ott van egy barkácsáru az jobb oldalon. Tudom. Azt elhagyod. A három betűs. Így van, a három betűs. Elindul az autóút kicsit így balra. Illetve hát a névelővel együtt 4, mert a Obi. Igen. Ha még egy zét is oda teszel. Benzinkút. De a benzinkút a bal oldalon. Az a jobb oldalon van. Bal oldalon. Jobb oldalon van. Bal oldalon később van benzinkút. Az még távolabb van, és úgy van a bal oldalon. Az, aha, a jobb oldalon. Jó, de jó kézifékes fordulással, ja, számom. Jobb oldalon van először, és jobb, ha mész be Cseperre, akkor elhagytad ezt a benzinkutat, és utána, mint a 200 méterre, bal oldal is van egy benzinkút. Aha. A jobb oldali benzinkút, jobb oldal után. Ott szépen bemész balra. Ott van. Meg is van. De oda vinned kell a gumit. Az a bajom, hogy ahova megyek egyébként, ott ingyen rakják föl. Tehát most én átmegyek Cseperre, eleve nehezen találok oda. Az ugye benzinköltség. És akkor még majd pénzt is kérnek. Miért rakják neked ingyen a gumidat? Ott vettem nagyon drága pénzt. Miért rakják neked ingyen? Ráthivatkoztam. Majd a Bali fizeti. Jön a Bali, ő is rakatja a gumit, ő állja a ceket. Viszontlátásra, köszönjük szépen. Jó feje. De hát nem olcsó. Érted, biztos benne van az árban. Jó, nagyon jó. Ott vettél gumit?
nyilván azért ott rakják. Vettem, persze. Aha, hát ott sok helyen csinálják, hogyha nálunk veszed, akkor ingyen kapsz egy kerékcserét. Gyorsak, flottak, nálatok miért van gumisod? Hát én most már ebben is elvésültem. Arra gondoltam egyébként, mert mondták, hogy 6 darab volt ebből a gumiból, amit én rendeltem. 4-et elhozok, másik 2-t olyan csinálnak. Hát rendelnek még hozzá 2-t. A rohadt életben. Azért lehet. Tényleg látszik, hogy te vagy a legközelebb a felső fokhoz. A műszaki, érted a visszakség. Meg hogyha neked most majd egy tönkre megy az újból, akkor már is a 2-ből egyet ja, meg tényleg. Fogsz lenni. És ugye, ha egy kicsit használtad és úgy megy tönkre, akkor nem egyet fogsz venni, hanem 2-t, mert egy tengelyen ugyanolyan kopású guminek kell lenni. Meg kellett volna venni mind a 6-ot. Aha. Na, egyébként az egyik, hogy nem ennyi, mert a megszűnt. Ja, most írják? Írják, ha jól van. Mit jelent az, hogy megszűnt? Mi a legfontosabb információ nekem? Igen? Hogy volt? Hogy ott volt? Hát, hogy nem kapusztál. Amikor te ott voltál, ez még ott volt, és működött, és prosperált. Azt hitted, hogy beblöffölök egy ilyen éjjel-nappali gumist. Azt hiszed, hogy nem, hogy fülön tudsz csípni, hogy Bali bejön, reggel szédítik mindenkit, blöfföl valamit. Kicsit azt érezted, hogy egyik fülemben be, a másikon meg ki. Kicsit azt gondoltad, hogy most böffölök neked valamit? Érted? Kicsit azt. Pedig ott volt. Ha én azt mondom, hogy ott van egy gumis, ott van egy gumis. Igaz, hogy már megszűnt, de ott volt. Tehát nem blöfföltem. Így van. Oda már nem ennyi, mert megszűnt. Nem mondok hülyeséget. Mindig kicsit úgy érzem, hogy azt gondolod, hogy á, Bali úgyis össze-vissza beszél meg. Á, azt a Bali mondta, tudod, az hülyeség. Tudod, mit gondolok? Most is van bennem egy kis kétkedés. Én oda megyek, és ellenőrzöm, hogy megszűnt-e. Hogy nem versz át. Komoly. Menjöd és kezdj, elnézést, itt volt egy gumis telep? Ha azt mondod, hogy volt, akkor mondd, hogy... Volt, ha! Az ha igaz, hogy de lett volna igaz, fiatal ember? Az én emberem lesz, mire te oda, az én emberem... fiatal, csak kicsi. Az én emberem fog ott állni. Ja, tényleg. Egy ezzel is én odállítok valakit most 3 napra, hát ha arra mész. De nem, én nem... Nem üljön egy ilyen újrafutózó gumin. Hát görgessen oda magát, gumi, üljön rá. Egy gumis rá, bele. És legyen rajta ilyen kezes lábas, vagy ilyen 4 táblával, mit tudom én érni. Józsi a gumis. Ja, igen. Hogy izé. Kaucsuk. Mr. Kaucsuk. Tiszteletem, Kaucsuk úr. Nem tudja, volt itt egy gumis? Azt hiszed, hogy én csak úgy lárifárit belebeszélek az ételbe. Hát én azt hittem, hogy ez csak egyfajta csimbum cirkusz a részedről, de úgy látszik mégsem az. A csimbum cirkusz az Anna szerint csimbum cirkusz. Érted? És megint nem tudtál fülön csípni. Megint szembesülnöd kellett azzal, hogy a Balinak igaza van. Igen. A Bali jót mond. Igaz, hogy már bezárt, de ott volt. Nem? És... Ha mondok egy autókozmetikát, oda mész, jó? Jó. Jó. Mondok egy gumist, oda mész, jó? Jó. Jó. És ha ott leszek? És ha ő is ott lesz? És ha ő is ott lesz? És ha a szolgáltatások minősége megfelel nekem, pénzem is lesz rá, és nyitva is lesz még, nem költözött el, nincs a helyi kutya kozmetika. Ez most mi a gumis vagy a... Nem tudom, mi van a helyem. Akkor bemegyek. Jól van. Na jó, nézzük a közlekedési híreket. Miután... Mondtam, hogy ma megyünk lecseréltetni a gumit. Nem, mesélj már róla egy kicsit. Van a közlekedési híreink, méghozzá elég sok, mert hogy pont megdicsértem a hallgatókat, hogy milyen szépeket küldenek nekünk. Budakeszi útról hazaértem, Bali, jöhet a mese, írja István. 8 óra után jön a mese, kicsik is hallgatják, kicsiket nem rémizgetjük. 8 óra után megkapjátok Bali meséjét mára. Király Szent Istvánon egy bütykös taxiból mérnek a rendőrök, ezt Fecó küldte nekünk, köszönjük szépen. Az M1-esen Tatabánya felé egy vasdarab van az úton, a 33-as, 34-es kilométer között, méghozzá külső sávban, úgyhogy ott is mindenki figyelje. Budakeszin a közlekedés közepes, a sárkányom ideges. Kiabál is, ütöget, mondjátok meg, mit tegyek. Írta István. Hát... Ő István, csak mondom, hogy Erikhez csatlakozik, az az István. A sárkányom ideges? Melyik ez a kis sárkány? Nem, én azt gondolom, hogy ő a neje lehet. Házi sárkány. Igen, ja, a házi sárkány. Sülésen. Én vennék neki egy csokorvirágot, hogy valamit így meglepném, egy jó kapucsinóval. Az minden megold, igen. De csak gépivel, ne investálj sokat. Nyúl kellős közepén a 82-esen egy fehér Seatból mérnek, ezt pedig Ancsa küldte nekünk, köszönjük szépen. M7-es bevezető az M0-ásig áll. Te jó Isten! Ennek mi az oka? A Soroksári úton a Petőfi híd felé trafi. Ez Joe küldte nekünk, az M7-es bevezető az M0-ásig. Az kemény. Az nem lehet. Miért nem? Mondd meg nekünk, hogy miért nem állhat odáig. Mert azért nem állhat odáig. Mert az M0-ás az az Érd, az majdnem Érd. Hm. Simán. De igen, aha, értem. Tehát az még a sima M7-es szakasz, nem a közös szakasz. Igen, most másra gondoltam. De állhat odáig. Csak de
Valamilyen szintű finom laza kapcsolat volt a te gondolatod és a közt, amit Feri igen, felvetett? Én arra gondoltam, hogy az a régi osztyapengótól, tehát már a legelejétől áll egészen a nullásig, mondom, az nem lehet, az legalább egy 10 kilométeres sor, de akkor valószínűleg az M7-es bevezető a nullás előtt 1-2 kilométerrel állt le, érted? Tehát, hogy nem aha. A belvárostól áll egészen a nullásig, mert az egy hosszú szakasz. Na, erre gondoltam. Sok minden program a fejemben ilyenkor. Hát, mi sok mellett. Hát azért érted ki. Persze. Hallott, tesó, alatt... tudod, mennyi mindenre kell figyelnem, tesó? 30 alatt szerintem már nem is tudják az emberek, hogy mi az a osztyapenkó, meg ki volt, meg mi volt, meg hogy ott volt egyáltalán, nem? Érted? Mi is mondjuk, mi mindig azt mondjuk, mi lőrinciek, meg a becsésiek is, hogy a Steinmetznél. De hát ki tudja már, hogy na, mi volt, nincs ott semmi. Steinmetz? Hát a Steinmetz szobor. Ja? Hát világos. Mi jó budaiak, nem... Bocs, hogy vegyülnötökkel kényszerűségből bele. Mi az, amire a mostani fiatalok nem emlékeznek? Tessék, aki mondjuk 20 alatt van. Azt mondod egy 20-asnak, hogy találkozunk az osztyapenkónál, nem tudja? Nem tudja. Aha. Vegyél föl a régi osztyapenkónál. Az azt jelenti, hogy ott állj meg valamelyik benzinkúton, ahol ugye az osztyapenkó nem volt. Vagy ott volt, ugye sokáig? Igen. És mutatott a messzi, messzi szép jövőbe. Mire nem emlékszem? Mit nem tud még egy 20 éves? Tessék, mi? Lassan, ti bár 50-ek vagytok, én lassan 40 vagyok. Meg vagy ti közelebb vagytok az 50-hez, mint a 30-hoz? Ezzel így, ez ezzel igen. Azért így felszoktatok, aha, felszoktatok de ezzel jó. Közelebb ez vagyunk, jó, mint az 50-hez. Oké, de hogy közelebb vagytok az 50-hez, mint a 30-hoz? Nem, igaz, néha aha. Nem ültök föl derékszögben, vizes lepedővel? Nem, jól érezzük így magunkat, semmi baj nincs ezzel. Igazából akkor mehetél volna, hogy még inkább biztos, hogy azt mondod, hogy közelebb vagyok az 50-hez, mint a 20-hoz. De nem, szerintem azért ezt így kimondani, igen, hogy gyerekek, közelebb vagyok az 50-hez, mint a 30-hoz. Most egy picit úgy érzem, hogy ez egy mellékvágány. De már te is közelebb vagy az 50-hez, mint a 20-hoz. Igen. Na, milyen érzés? Szármi? Nem jó, ez múltkor jöttem erre rá. Felsikoltottam. Na, szóval, hogy... Igen. Mit nem tudnak a mostani 20 évesek? Tessék, mi az, ami régen volt, és amit most nem tudnak már? Tehát beszélgetsz egy 20 évessel. Mindenki mondhat két dolgot, amire a 20 éves hülyén néz rá. Tessék, mit mondasz neki? Ott áll a fiad, 18 éves már, és fogalma nincs dolgok. Mit tudunk neki mondani, hogy mi az, amire emlékszel, vagy nem emlékszel? De ilyenek is lehetnek, akár hogy a panel, akár a linoleum. Azt mondja neki, hogy linoleum. Tudja, mert látott mondjuk ilyet az iskola szertárban. De hogy nem tudja, hogy az a panellakásokat mondjuk azzal borították be. Hát mint az osztyapenkó. Közlekedésben rengeteg ilyen az van, meg volt. Én évekig toltam például ezt a népköztársaság útja meg Nofhéttér témát. Fogalmuk nincs. Oda jártam, a Vörösmarty utcánál volt az iskola, ahol jártam, a középiskola, és hát ugye Andrássy út, illetve... Milyen tér? Nofhéd? Nofhéttér. Ja, Nofhéd. November 7-én tér. Igen. Aha, igen. De kifejezésekben is lehet gondolkozni. Tehát például azt mondod neki, hogy május 1-e felvonulás. Nem tudja. Nem érti. Ah, ugye? Luffy, Weasley. Hogy megyünk felvonulni. Vagy legalábbis más jelent a számára. Hát más jelent, igen, neki egy tankcsapda koncertet, mint amin, ahol vonul, vagy egy Balaton Sandot, vagy egy Love Parade, mint ami volt régen, vagy Budapest például. De például ilyet nem tudna, hogy május egy felvonulás. Nem? Vagy azt mondod neki, hogy te olyan kulcsos gyerek voltál. Kulcsos gyerek. Ugye, hogy ezeket ők már egész egyszerűen nem értik. Ugye a kulcsos gyerek az volt, akinek a nyakába akasztott a szülei a kulcsot, reggel elment, este hazajött, haza. Nem? És a gyerek egész nap jött, ment a lakás, ott lógott a kulcs a nyakába, a kutya nem foglalkozott vele, saját maga ura volt. Csibészkedett, utcán nőtt föl, rászokott erre arra, vagy éppen csak hát kulcs volt a nyakába. Nem? Uh-huh. Ezeket egyszerűen már nem értik, hogy ez micsoda. Egyre kevésbé használ, vagy értik szerintem a proli szót is. Hát azért azt tudják, hogy mi a jó, proli. Jó, de csak miattam. Mert életben tartom. Az, hogy minden reggel felhívod erre a figyelmet. De itt vagyok kép. Élő mementok. Ha abba hagyod a rádiózást, elfelejtik, de addig minden reggel eszükbe jut. Olyan van még, hogy munkakönyv? Munkakönyv? Nincs. Hát szerintem már nem tudják, hogy mi ugye? Ez. Tehát, hogy mikor valaki elkezd melózni, nekem megvan. Megkaptad a munkakönyvedet. Eltettem az egyimet, megvan. Szenzációs, hogy vajon nyilván nekünk is kihalt egy csomó minden, amit a szülőink vagy szüleink, igen, mondtak, az a generáció is tud nekünk olyat mondani, de hát nyilván jó, azért ezt az ember, igen, tudja. A Maslow lett meg a Beskart. Igen. Tehát, hogy ezek már nyilván
Már marhára nincsenek. Vagy mi nagyszüleink, dédszüleink ugyanezt el tudnák, vagy sajnos, ha élnének, ugye tudnák velünk játszani, hogy mond nekem három olyan szót, amiről te már csak úgy gondolkozol, hogy ezt most vajon hova teszed. Azt mondom, hogy 16 évesnek itt találkozunk a Felszab téren. Hol száll le? Igen. Hol száll le? Nem tudja, hogy hol száll le. Kincsem, ott van valahol a sifonérba eltéve. A Stellázs mellett. A Stellázs mellett a sifonérba ott van eltéve. Az Eszcájk mellett. Mángorló alatt. A mángorló alatt az Eszcájk mellett. Ugye? Igen. Stász hülye, hogy most akkor mit kell csinálni. Mama, hova menjek? De tessék, ma egy 22 éves, 20 éves, most nem tudom a pontos korosztály belőni, azt mondta, hogy figyelj, este 6 Felszab tér, mert rámondod a Felszab tér. Nem, azt nézd rád, hülyén, hogy Felszab tér. Hát most hol szálljak? Mit írsz? Ez hülye? Mi az, hogy Felszab tér? Mi az, hogy Felszab? És mondanék egy felszabadulás. És ezt már így, ezt szintén nem tudja. Nem tudja hova tenni. Persze nyilván itt írnak a hallgatók nekünk egy csomó mindent, szerintem van, amiről hallottak, tehát az, hogy kazetta, azért azt nyilván tudják. Uh-huh. Narrátoros videó, ezekről így azért lehetett hallani, meg ezekről azért sok mindenki beszél. Inkább egy-egy olyan kifejezés, amire ők már rácsodálkoznak, vagy ami már egyáltalán nincs. Az internet segít a Felszab térre, elsőre a Ferenciek terét dobja ki. Nem is gondoltam, így írod be Felszab tér, elsőre Ferenciek tere, Wikipédia. Igen. Őrsgyűlés, írja egy hallgató. Őrsgyűlés. Tudható, hogy mi az, de már ő erre nem emlékszik, ugye? Hogy ott mentél, vagy kisdobos, vagy úttörő ruhába, vagy az csak úttörőknek volt? Vagy az nem, hogy az volt? Ős, az hogy hívják? Úttörő őrs. Nem, az kisdobos ős. Igen? Igen. Az úttörő az már csapat volt. Úttörő ős is igen. volt. Igen, volt kisdobos ős, kék nyakkendő. Kétségekendő. Gyerekkoromban nagyon összet rendőrösön töltött. Azt mondjátok meg nekünk, hogy minek kellett sípot akasztanunk, hogyha vízbe vagyunk és fulladunk, fújjuk igen. meg. Hogy, tehát mire volt jó a síp? Veszélyi helyzet esetén, hogyha igen. megtámadják a szemét nyugatiakkal, a hazánkat, akkor tudjál riasztani. Amikor több úttörő megpróbál megbecsülni egy kis dobot. Igen. A nyakkendőt értem, a pirosat értem, a kéket értem, különböztessük meg a kéket a pirostól, tudom, hogy te kis pisis, hülye kisdobos vagy, te már nagyon menő úttörő vagy, de amikor anyám mindig begombolta az ingemet, kintotta a zsebet, berakta a sípot, és visszagombolta, és lógott az a kötél, amire minden egyes padban... Sípzsinór. Sípzsinór, hát én kötél. Hát figyelj, neki kellett, hogy ne hagyja el. Hallod, bass meg, és mondd bizonyítványodat. Lehet, hogy szükséged lesz erre a kötélre. Nekem akkor volt a fejem, hogy csak kötél. Zsinór nem érte körbe, nem tudták begombolni a zsebembe. Az összes padba fölakadta. Minek volt az? Fújd meg, ha baj van. Igen. Benne volt a 12 pontban? Az úttörő, a kis dobos 10 pontja, vagy 12 pontja, vagy fújd meg, ha baj van. Soha nekem, senki nem mondta, hogy mire kell a síp. Nekem csak sípzsírod, ha volt sípó például, soha. Tehát, hogy önmagába, tehát valaki megfújta nyilván. Igen, írja valaki brigádnapló. Kis vezetőkéző vannak. Valaki csak annyit ír, nagyon nagy, nagyon gyönyörű. Könyv. Nevelő szándékkal, igen. Könyv. Ez egy nagyon, nagyon szép kis megfejtés. Igen. Miért akarsz te Bali 20 évesekkel találkozni? Hát! Hisz már egy generáció választ el tőlük. Igen, hát, miért akarnám? Miért akarnék én a saját potenciális gyerekeimmel találkozni, érted? Mennyi vagyok? 37, 20? Egy 20 éves simán a gyerekem lehetne. Hú, ez erről nem akarok beszélni, uh-huh. beleörülök. Sercli, ez nem. Hát Sercli tudja szerintem mindenki. Szerintem nem. Nem. Én már nagyon régen nem hallottam. De miért te nem mondod a virágnak, azt mondod, add ide a kenyér csicskit? Azt vagy mondja, hogy csicskit, de Sercli nem mondja. Add ide a kenyér vígit. Add ide a dombos kenyeret. Csippedzs le a félbordának a csicskit. A dombos részét adod, szeretem a dombos részét. Szóval, hogy hát a sert, de jó, de azért az úgy nem hal ki, tehát ahol háztartásokban használják, azt a gyerek is úgy használja, hogy sercli, nem? Nem tudom. Vagy ez a szó, ez eltűnik előbb-utóbb, sercli? A brúgó, az is eltűnt. Brúgó. Hát a kenyérnek a sercli, ja. Igaz, a brúgója. Na, ez például annyira eltűnt, hogy én soha nem is hallottam. Nézzél rá. Brúgó? Brúgó. Brugó. De ez felétek valami messzi Mordor? Persze, Mordor, az, igen, és persze a disznóvérben átjogattuk. De nálatok ott Vasudvar környéke, de én nem ismertem, ez már gondolom valamilyen tájegységnél, hogy ez nálunk. Brugónak is hívták, ja. De felétek? Uh-huh. Arra felé? Uh-huh. Brugó? Brugó. Ad ide a brúgót? Ad ide a brúgót, a serclit. Érdekes, hát erről csináltam egy adást, hogy mit, hol, hogy hívnak egyébként, ez is egy jó téma lehetne. Indigó, írja valaki. Indigó. Hát szerintem senki nem használ manapság indigót.
Hát ugye a másolásokhoz, tehát hogy legyen belőle rögtön egy vagy két vagy három tartalék példány, azért használtak, berakták két lap közé, ráírtak a felsőre, meg volt az eredeti példány, és meg voltak a másolatok, és undorító egy sztori volt, mert hogy marha könnyű volt elsatírozgatni, meg összekented vele a kezedet, összekented vele a cuccodat, nagyon gáz volt. És ha meggyűrődött, akkor a másolaton volt keresztbe egy ilyen nagy kék. Az nagyon gáz volt. Tintaceruzát azt használnak még? Hát szerintem már azt is egyre ritkábban. Életem első egyesét úgy kaptam általános iskolába, hogy nem volt otthon normális ceruzánk, viszont apámnál mindig voltak ilyen tintaceruzák, meg ilyen ágyceruza, meg ilyesmi, és éppen akkor egy tinta került a kezembe. És mondta, hogy nem tinta, nem tinta. Következő történt, a Vali néni berakta szépen az ujját, a mutatóját a szájába, megnyálaszta, és megdörzsölte. De ez beégett. És aztán hogy hívják, tök lila lett az egész, életem első egyese. És aztán még hány jött. Ugye? Megnyitottad a sor. Hat indulta meg a lejtőn. Élmunkástér, emlékeztek? Élmunkástér. Az élmunkástér következik. Hát ez így ebben a formában már nincs meg, nem is biztos, hogy baj, hogy ezt már a mai fiatalok nem tudják. A síphasználatnak voltak jelei egyébként. Tényleg volt egy kis füzet, igen. És abban le volt írva, hogy tititi, tátátá, tititi, és még ilyen jelekkel is, hogy pötyvonal, hogy mit fújjál, ha baj van, mit fújjál, ha SOS van, mit fújjál, ha mit tudom én, meglátod anyádat, meg nem, tehát ilyenek. Mit fújjál, ha vernek. Olyan volt, hogy otthon felejtetted véletlen sípot jelezni akart, és azt kiabáltad, hogy pötyvonal, pötyvonal. Pötyvonal, mondanám, van a pötyvonal. Úristen, Balázs beszél. Nem, én akkor még így beszéltem, tehát én egy állandó segélyhívás voltam, így beszéltem állandóan. Na jó, írjanak még a hallgatóink, jó, hogy mi az például a KISZ és a TS, de hát ezekről már ugye beszéltünk. TS se nagyon tudja, senki, ugye most már. Sajnos. Milyen jó volt a régi jó dolgokból nem maradt semmi. Életünk a TS-be. Na. A TS-be, ugye már senki sajnos. Közös vagyon. Igen. 3 + 2 vágó az. 4. Egy lemaradt valahol. Igen, ez ahogy hívják, az összeadások. Így ment. Nagyon jó kérlek, szebezgetünk még ebből, jó? Tehát mondjuk lőj be a kort a 20 évesekhez, jó? 20 éves alatt mi olyan szót tudsz, jelentést, fogalmat mondani egy 20 évesnek, amiről már fogalma nincs. Zárkoztassuk már fel őket, nem? Tehát kicsit hát most persze, hát most szerintem ők ezt imádják, ott ülnek, hallgatják, és próbálnak a régmúlttal megbarátkozni, hogy úristen, mikről maradtak le. 7:30 múlt pontosan 2 perccel, jövünk nem sokára az SMS-ekkel a hírek után. 3:48 lesz, 2 perc múlva, hello mindenkinek, neki menti az asztalnak kicsit. Csak így megremegett a keverőpult. Ismeritek azt az érzést, amikor nem vagytok így nagyon precízen, pontosan belőve még a napra, tehát hogy az a jobbra 1 centi, balra 1 centi finom hangolt mozgás, az még nem megy. Mész, és így neki mész telébe az asztalnak. Hát éreztem, mert hogy rángott egyet. Kaptam egy ilyen medve puszit a combomra. Igen. M7-es budapesti jobbfok, tiszta jó tempommal járható, szótüdülő és Faros Ikarus küldi nekünk. Ati, köszönjük szépen. Igen, ugye arról beszélgettünk, hogy mi az a szó, vagy mi az a fogalom, vagy mi az a jelentés, amit a mostani 20 évesek már nem tudnak. Nem is tudom, hogy indultunk már el, vagy hogy jutottunk el ide, csak úgy hirtelen. Az Osztyapenkótól. Az Osztyapenkótól, tényleg, elkezdtük így összegyűjteni azokat, hogy mi olyat tudsz mondani egy most 20 évesnek, aki ugye hát igazából ezeket a szavakat még nem hallott, hogy ne ismerje, és hirtelen ne tudja, hogy miről van szó. Jó SMS-eket írtak a hallgatóink. Itt van egy, aki azt mondta a lányának, hogy találkozzanak valahol, és a kislány máshol ment. A lányomnak mondtam, hogy találkozzunk a Corvinnál. Felhívtam, azt mondta, bent van a cipőboltban. Negyed órát kerestem, mire kiderült, hogy én a Blahán vagyok, ő pedig ugye a Corvin közben, abban a bevásárló központban. Hát igen, hát nekünk ugye a Corvin az teljesen mást jelent, igen. A párom 18 éves fia nem is tudta, hogy volt a tévében bemondó nő. Szép napot, Zsolti! Emlékeztek? Bizonyám. Igen, mert ebben a formában nem volt. Tamás Eszter például, Isten nyugasztalja, bemondó nő volt. Ja. Igen, hát sokan voltak. Nagyon többen voltak, persze. Persze, hát nagyon-nagyon-nagyon sokan voltak, és mindig bemondták, hogy minden műsor után megjelentek,
és bemondták, hogy mi lesz, illetve volt, amikor hosszabban mondták, hogy utána híradó, híradó után zenebutik, zenebutik után a Delta ismétlése, és elsorolta neked egészen, mit tudom én, este 10-ig, és aztán jó éjszakát kívánt, és elköszönt, mondta, hogy ő ma már nem jön. 21 óra 30 perctől felnőtt nézőinknek a Támadás egy idegen bolygóról című amerikai sorozatot vetik. Igen, igen, tényleg. Azok de jók voltak, úristen. Akarsz egy ilyet? Figyelj. Ez vers mindenkinek. Várj, ez reklám. Talán ismernek már engem az osztrák telep. Jó, erről hol? Várj, kivettük a mosó. Várj, meg kell sem, hol a bemondó. Itt van, figyelj. 19 óra műsorainkról. Szót további műsorainkról. Na várjál. Okay. Na, tehát drága fiatalok, ez volt régen a televíziózás. Ez történt. Megjelent egy nő, és elmondta, hogy mi lesz. Ugye? Hát nem olyan modern formában, mint most, de nagyon szórakoztatóan. Lőrinc Gabriella egyébként. Kedves nézőink, most néhány szót további műsorainkról. 18 óra 45 perckor estémese. 19 órakor aktuális politikai heti lapunk a hét kezdődik Sándor István műsor vezetésével. 20 órakor híradó 10 percben. Utána Balassi Bálint egy könyörgés című versét elmondja Cserhalmi György és Cseh Tamás. 20 óra 20 perckor Tű a szén a kazalban. Az 1981-ben készült angol film két főszereplője, Donald Sutherland és Kate Nelligan. Most nézzünk meg ebből néhány részletet. Ó, ez már ajánlós volt, ez már profi. És már részletet is tettek be a filmből. Profi. Hoppá, már jön a részlet. Nem indul el a részlet. Jó, és itt már csak a részlet van. Na, azért ez klassz, nem? De és ugye ahhoz kötődik az elegáns eset, hogy volt az a rész, amikor ők még mesét is mondtak, esti mesét. És nem tudom, megvan-e, hogy Szabó P. József, ugye? Szabó P. Igen. József volt a bemondó este, illetve napközben. Kovács P. József, igen. Köszönöm, Kovács P. József. Horváth. Na jó, ne szórakozzál már. Nagy. Nincs meg ez a történet? Igen. És utána az esti bemondó nő az beteg lett, rosszul lett, őt visszahívták, és neki kellett felolvasni a mesét. És így kezdődött a mese. Szervusztok, kedves gyerekek, én vagyok a tyúkanyó, itt ülök a tojásaimon, és most én fogom mondani nektek a mesét. Ami egy nő szájából jól hangzik, de Kovács Pétől le van. Van másik is, figyelj. Jó estét kívánok! Kellemesnek és érdekesnek ígérkezik a továbbiakban a vasárnap este. Érdekesnek, izgalmasnak is mondhatnám, hiszen először krimit láthatnak. A két férfi egy eset című NSK Két férfi egy eset, megvan? Hát mekkora gyöngyszem volt? Két férfi egy sorozatból egy esetet, melynek címe A gyilkosság vegytana. Ennél többet természetesen nem árulhatok el róla, hiszen mindent önöknek kell majd látni, izgulni és kitalálni. Viszont az ezután következő Van 5 perce című zenei sorozatunkról mindent elmondhatok. Csajkovszki, Rómeó. Na, de milyen szépen beszéltek. Nagyon. Tehát ez a fajta szép beszéd, azért ez ugyanakkor valahol egy kicsit ugye velejárója a dolognak, de kihalóban ma, mind a tévéből, mind a rádióból, tehát így azért, ahogy ők beszéltek, ugye? Szépen beszédtechnikailag, légzéstechnikát tanultak, tehát hogy azért az annak akkor még kultúrája volt. Meg külön engedélyhez kötött volt a televízió is, persze. És a rádió is. Bizottság volt rá, kamera, illetve mikrofon engedélyt kellett szerezni. Bizony, és légzéstechnikát tanultak, beszédtechnikát tanultak, tehát oda akkor úgy még bárki nem ülhetett, mint a mostani időkben, amikor tulajdonképpen bárki mikrofon... Köszöntök mindenkit a modorosság órán. ez már nem tudom, mit csinál. Yeah. Na, ezek jó. Jók voltak. Csinálom majd ilyen adást, amikor csak ilyen retro dolgokat nézzük, meg hallgatunk. Nagyon sok van, és hát még ott vannak a vetélkedők, ott vannak még az egyéb tévéműsorok, hát van egy-két gyöngycem. Osztyapenkot egyébként, meg Steinmetzt meg lehet nézni a Memento Parkban. Tehát, hogyha valaki esetleg a fiatal közül érdeklődik az iránt, hogy is néztek ki, ezek a szobrok még voltak. Gondolom, sokan átparátszok vannak. Már erősítik a jegypénztárat. Aztán ide egy másik hallgató, hogy valaki mondja meg nekem csak azt az egy dolgot, hogy mi a fene az az STK? Az kérdezik. STK. Kérdezik, igen, hogy mi az az STK? Tényleg, jogos. Tudod, mi volt? Biztos szociális. Nem, szakszervezet. Szakszervezet? Szakszervezet, persze.
Az STK. Az STK, így van. Hogy lenne már szakszervezet? Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központja. Júj, de jó. Fú. Ez volt az STK. Nem emlékeztek erre? Vörösvári úti, menj el a Vörösvári úti STK-ba. Hát a Vörösvári úti STK. És az ha az OTI-ba küldtek, akkor hova menték? Országosba. Igen, ez volt. Szakszervezetek a Társadalom Biztosítási, vagy Társadalom Biztosítási Központja. Igen, ez volt az STK, ugye ez így jött ki. De ezt még mai napig is használják egyébként. Még én a Vörösvári úti még mész az STK-ba fogadni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az STK-ba megyek. Hát hova mész? Hát a Városház utcához az STK-ba. És néznek rá, hogy... De nem, ez az, hogy nem. Hogy tudják? Tehát mindenki tök természetesen. Ja, persze, hát mész az STK, ha hova menném? Hát soha. Te, nyom, kis proli. Hova menném, magárendelőbe? De nem, mert én is sokáig mentem az STK-ba, persze, hát az abszolút. Jó volt. Lutra albumot írták még nagyon sokan. Nagyon jó volt. Ugye, ezt se tudod, mit jelent, illetve a tejfölös dobozban az iskola tej. Uh-huh. Tehát ezt igen. Most bemondod egy 20 évesnek, hogy nekünk még volt iskola tej, hát az megint egy olyan fogalom, hogy azzal nem tudja hova tenni. Takarékbélyek, Istenem, de szerettem. Gyűjtöttetek? Nagyon, persze. Hát és még ünnep volt minden nap, amikor bele tudtam nyálazni egy 10 forintos, 20 forintos, úristen, én bringára gyűjtöttem. De sose lett meg. Soha nem lett meg. Nem telt be, igen. Vagyunk így egy marrára nem jött össze. Megnéztem egyiket az úttörös hípot, és a hátoldalán a következők vannak. Vigyázz! Gyülekező! Na, előre, állj, sevesen, és SOS. És ezt be kellett, hogy fúj, és ott be tudtad fúj, illetve sós. Sós, befújtad a sós. Na jó van. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon-nagyon sok jött, köszönjük, hogy írtatok, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Igen, még nagyon szép dolgok vannak. Megyek az Ápiszba, és akkor azt mondja valaki, vagy írja valaki, hogy és ha megnézzük az esti tornát, akkor utána majd... Igen, de jó volt. Mert 8 még egy apró kis részletet. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Laci, hello, jó reggelt! Honnan hívsz minket, Laci? Nagy Tarcsáról. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Figyelj! Köszönöm. Ó, egy régi írógépet előre. Gépeli a regényt, Óven bácsi. A folytatását a Star Warsnak már írja. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj! Pedig ismerős, és ezt nekem tudni kellene. Tudni kellene, nem lesz nehéz. Mutatjuk még egyszer, jó? Jó, rendben, köszönöm. Figyelj. Esküszöm, hogy tudom, de nem tudom a címét. Jó, az előadó is. Előadó cím, bármi jó. Semmi? Nem megy sajnos, nem megy. Picit nem hosszabb megy. Részlet, hát a beugrik, igen, jó? Figyelj, igen, kivettük igen. A bögrén. Na hát ennél hosszabbat nem is tudunk mutatni, mert nincs. Igen, 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 csak sajnos nem tudom. Pedig nincs ismerem meg. Ezt a dalt, ismerem. És egyszerűen nincs meg, sajnos. Megmutatjuk. Sajnálom. Figyelj, be fog ugrani, hallgass meg. Jó kis Metallica. Tudtam, és ráadásul én szokmányát vagyok. Azért volt ennyire ismerős. Nagyon sajnálom. Milyen jó ez a dalt, egy jó nagyon Isten. Jó. Igen. Igen. Lacikám. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, ne haragudjatok, hogy ne baldáztok. Mi nem haragszunk. Dehogy is, hát miért haragudnánk? Hát sajnálom, hogy nem tudtunk ajándékcsomagot adni. Hát én haragszom, mert ezt nekem tudni kellett volna. Rocker vagy? Igen, igen, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden. Hát akkor tényleg szégyed magad. Akkor ennek menni kellett volna. Dehogy is. Laci, köszi a játékot. Igen, én köszönöm, további szép napot kívánok. Szia, neked is, ciao. Jó kis Metallica. Jó, ha? igen. Ilyen, hát mostanában ugye már úgymond a új Metallica az már nem ennyire. Most hallottam tőlük viszont egy nagyon jó kis témát. Ronnie James Dio emlékére készítettek egy tribute albumot, és rengeteg nagyon jó zenekar meg énekes van rajta. Hogyha valakit esetleg érdekel, keresse rá, a Metallica is játszik rajta egy kis Rainbow egyveleget. Úristen, de jó. Most rendeltem meg. Rohadt drága volt. Na jó van. Csütörtök van, ez azt jelenti, hogy az M-es övezettel folytatjuk 8 óra után.
Érkezik hozzánk Gábor, úgyhogy jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 8 óra múlt 10 perccel, hello mindenkinek, Jani Feri, drága hello, hallgatók, itt vagyunk. Arról beszélgettünk a hírek alatt, hogy amikor csináljuk majd a zenei retro napot, ugye hát retrózni szerintem tényleg mindenki szeret, ez egy ilyen rádiós, tévés közhely, ha ezt ellövő tuti sikered van, könnyű siker mondhatni, de mi mégis nagyon szeretjük, hogy amikor majd megcsináljuk valamikor május környékén, hogy most a kitelepülésünk alatt vagy után. Hát jó lenne alatta. Igen, alatta. Csak azon gondolkoztam, hogy a retro napban ugye sokat jó zenélni, ahogy csináltuk itt a mostani retro napban, és 9-től 10-ig alig beszéltünk, és ez kitelepülés alatt ugye nem tudod megcsinálni, mert nyeremény, játék, közönség, stb. Tehát lehet, hogy a kitelepülés után lesz mondjuk egy-két nappal, mikor már újra itt vagyunk a stúdióban. Összekötjük egy ilyen régi reklámok, régi tévéműsorok, régi vetélkedők, tévétorna főcímek, olyanokat talál az ember az interneten, hogy tényleg könyvbe lábad a szeme. És akkor a magyar retro zenék, amik nem is annyira régiek, mint a 90-es évek eleje közepe, összekötjük tartalomban egy ilyen, hát egy ilyen igazi retro nappal. Fie, szerintem egy jó billentyűs, például Berkes Gábor, valószínűleg bejönne ide egy kis nyakbakasztós szintetizátor, és az összes ilyen szignált le tudná játszani. Abszolút, abszolút. Úgyhogy ez lesz, és akkor lesz egy ilyen igazi retro nap zenékkel megtámogatva, és közben kapcsoltam, van benne valami. Van benne. TV torna. Jó estét kívánok, álljanak. Terpeszállás, hát itt néztük a Janival, sírtunk a gyönyörűségtől, hogy mik vannak. Úgyhogy ezeket összekötjük. Jó, és akkor ilyen napunk lesz. Tudjátok, mi lenne egyébként az... Sírni fogtok, olyanok vannak. Az igazán nagy durranás az lenne, hogyha mondjuk meg tudnánk például győzni arról, Rózsa Györgyöt, tisztelettel, hogy jöjjön be ide, és toljon végig élőben innen egy kapcsoltamot. Egy klasszikus nagy kapcsoltamot. Szerintem nem vagyok szomjas, csak iszom, mint az állat, hogy mondta a Gárgonyi. Szerintem egyszerűen zseniális lenne. Ott mi volt a játék? Betelefonálták, kérjük a budapesti hallgatóinkat, most ne társázzanak, és akkor külön feladatok, én a játékra én már nem emlékszem. Az volt, persze, betelefonáltál, és akkor ki kellett találnod különböző olyan feladványokat, amik azért így az általános műveltséghez kapcsolódtak, különböző rejtvények, megoldások, kérdések, vízkérdések, de hogy így a klasszikus műveltségben. Betenfeltem, volt egy dudaszó, és akkor a dudaszó előtt már mondanod kellett a válasz, ha lejárt az idő, akkor ugye rosszul válaszoltál, aha, vagy nem kifutottál az időből. Úgyhogy... És Rózsa Gyurit és valószínűleg mindez a főveső vízművek burkolt támogatásával. Hát megivott egy másfél-két liter vizet alatta. De, hát figyelj, az ember sokat beszél, kiszárad, ezzel nincsen baj, ott volt neki mindig a kis pohár víz. De hát ugye tényleg van benne valami a Barkóba, hát annyi műsor van, hogy igazából nagyon sok mindent lehet feleleveníteni. Úgyhogy erről beszélünk majd, vagy ez lesz majd a retro napunkon. Gyilkos mese 9 után? 9 igen, után? Igen, jó, igen, 9 után. Apa, mesélj meg én olyan gyilkososat, mint amilyen tényleg, amiben megdöglöttek olyan sokan aranyos állatok. Megfogyott a majmocskáját. Valóta azokról a elrohadó aranyhajás és kis testekről megint, akik ott rohadnak a tó olyan a jó. Békák. 9 után akkor kaptok, jó? Egy mesét megint, a 100 állatmese. A gyerekek már percben. Akkor iskolában vannak, úgyhogy lehet. Még a késő kis iskolában vannak, 9 után, igen. Oké, gyorsan egy-két közlekedés, mielőtt belevágnánk az M7-es övezetbe. Az M3-as csatornát kapcsoljátok és válogassatok. Igen, Gergő, jaj, meg aztán az M3-ason van valami. Bejelöltem magamnak, mint közlekedés. Igen, hát az ugye a retro csatornája, a közszolgálati csatornáknak. A budai rakpart délfelé a Halász utca után áll, lerobbant autó miatt a Petőfi hídnál, ezt Atosz küldte nekünk. Aztán egy újabb Gyöngyszem Istvántól, aki ugye rástartolt a vicces közlekedési SMS-ek díjára. Budakeszi úton egy szeretetszolgálat tagja gyűlést végez az éhségsztrájkoló útépítőknek, akik az útfestőkkel együtt húzzák a csíkot, küldte nekünk. István, ő Budakeszi környékén mozog, már erre is rájöttem. Emha a 31-es úton mentén útfelbontás miatt több kilométeres torlódás van, ez is ebben a pillanatban jött, és baleset a Hüvösvölgyi úton, ez pedig Tamás küldte nekünk. Köszönjük szépen, mi pedig az M7-es övezettel folytatjuk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezi, ételeinket mérgezi, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikummal szennyezem, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki,
aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Vigyázat, hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Na, itt vagyunk, Gábor, hello, jó reggelt kívánunk neked. Jó reggelt, szervusztok. Újra itt együtt. Jaj, de jó. Jó volt a szabadság múlt héten. Én annyira vártam, hogy találkozzam veletek, mert mindig valami újdonság vár itt engem. Például most is, hogy beléptem hozzátok, Ferinek az újdonsága, hát gyakorlatilag itt nem várta. Is akármilyen. Hát ez ti könyörögtétek. Ez elképesztő. Ki? Nem is akármilyen. Én az olíva bogyót majdnem kiettem belőle, de végül is benne hagytam, hát valakinek még a hús része is fog állni. Fantasztikus, ugye ez valamilyen csirkemellből készülő felvágott. Ugye? Múltkor felmerült, hogy ugye a sült húsokon kívül lehet-e olyan házi készítményt csinálni, amiben biztosan tudjuk, hogy mi van. Mert ugye ez a legfontosabb üzenete szerintem legalábbis a műsornak, hogy jár nyitott szemmel, nézzé meg mindent, hogy lehet-e olyan felvágottat csinálni, ami mondjuk egy kicsit hasonlít egy ilyen parizerszerű dologra, jelentem tisztelettel lehet. És az érdekes az, hogy össze is áll. Igen. Tehát vágható, ugye? Tehát nem esik szét. Nem esik szét. Nem kell zselatin bele, ugye? Nincs benne egy gram zselatin. Mondom neked, mi van benne. Tejszín van benne, tojásfehérje van benne, azt tartja hús, össze. Azt tartja össze, így van, hús van benne, meg a fűszerek. Ennyi. Tehát, hogy semmi olyan, ami e. Mindenképpen vonzó a külleme, azt láttam. Tessék, parancsolj. Tetszetős a termék. Szerintem Viki már fel is rakta a receptet. Így van. Vagy most rakta. A képe is, meg a recept is van a Facebook oldalunkon, ahol jelenleg egyébként 245.417 pártolónk van. Milyen volt a Szabid, jó volt? Köszönöm szépen, igen. Elutaztunk a családdal egy picit pihenni. És hát képzeljétek el, hogy elmentünk egy ilyen, hát ilyen wellness szállóba egy pár napra, és örültünk neki, hogy ugye az ember szeret ilyenkor jót enni. De hát egy kicsit elszomorodtam, milyen világban élünk, mert egy köles felfújtat nem láttam. Azt a rohadt életbe, hát mondd meg a szállodát, most perelek. Ide nekem a legjobb ügyvéded, azonnal perelek. De jó, hogyha ha köles felfújt nincs, az még megbocsátható, de árpagyöngy, tönkölylisztes kenyér, tehát valahogy hiányoztak azok az otthoni termékek, tehát honvágyam volt. Jó, ez neked otthoni, tehát azért a legtöbb otthon van, ez nincs. Egyébként finom ízek voltak, szóval nem szeretnénk hálátlan lenni a kiszolgálók felé sem, szép küllemű, jó minőségű termékek voltak, de valami hiányzott, úgyhogy igazából műzlit tudtam fogyasztani, és az ugye rántottával volt kolbásztal, ezekből nem igazán tudtam fogyasztani, de joghurt, egyebek. Miért mindenféle... nem szóltál, hogy csináljon a kolbász nélkülit is? És nem volt olyan, hogy megdicsérted a pultnál őket? Volt azért, mondta, csak ugye... Szép küllemű, jó minőségi termék. Tóth Gábor? Az a baj, hogy a tojásrántotta mindig reggel van, és reggel nagyon, nagyon nehezen emészthető a tojásrántotta. Uh-huh. Mindegy, szóval ezek a hotelek valószínűleg nem az én ízlésem szerint jöttek létre, és ez teljesen érthető. Úgyhogy azt hiszem, hogy tudjátok, régen volt ez a hamuba sült pogácsa, hogy vittek a tarisznyába a diákok, meg az idősebbek. Szóval azon gondolkodom, hogy ha ilyen helyekre megyek, akkor vinnék magammal ilyen kis tönköly lapocskákat a bőröndbe, a táskámba, és ezeket fogyasztanám, de még átgondolom. Ott követtem el a hibát, hogy félpanzióra fizettünk, és ez azt hiszem, hogy egy komoly nehézséget okozott, legalábbis nekem. Igen, mondjuk azért a sok szállodában, hogy mindig minden panírozva van egy rizs, van egy krumpli, zöldségköret kevés egyébként, nem? Tehát, hogy azért ezek a sztereotíp kaják, pedig egy kis kreativitással azért, főleg egy wellness szállodában, ahova azért az ember azért megy, hogy regenerálódjon, meg sok mindenki van ott, aki figyel a táplálkozására, ne csak mondjuk a rántott karfiol legyen az egyetlen vega menü, nem? Tehát hogy azért ezeket lehet viszont egy kicsit javítani. Pécs süteményekben meg nagyon sokat raknak már ki, tehát régebben pont ez volt tényleg, hogy volt a félbarna, meg volt a félbarna. Aztán most meg odamész, és azért van belőle itt egy 6-8 fél, és teljes kérdésítés lehet pécs süteményből. Így van. Találni. Ezek, tehát, hogy ez a része a tojásrántotta, persze ott van egyébként, én magam mosolyogtam ezen, hogy reggelenként nehezen emésztett a tojásrántotta, minden reggel tojásrántottát teszek. Na, egy-két levél, mielőtt belevágunk, jó? Mert jött egy-két érdekes kérdés hozzá. Tudom, hogy ezekre te megpróbálsz nagy erővel válaszolni, de hát, ha most egy-egy levél kapcsán sok igen. mindenkinek tudunk válaszolni. Azt írja az egyik hallgató, hogy hello Gábor, megdöbbenve hallgattam a mai Morning Show-t, ugye ez még korábbi adáshoz érkezett, méghozzá az ismétlést a citrommal kapcsolatban, amit mondtál. 12 éves korom óta, most 32 vagyok, minden nap megeszem egy citromot minden estől, a héját is. Idáig legalábbis, mindig megmostam, de hallom, hogy ez nagyon nem elég. Mire számíthatok ezek után? Kérdezi a hallgató. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy a biogumicukor, amit például néhány internetes webshopban lehet kapni, azzal ártok-e a gyereknek, imádja a gumicukrot?
köszönettel tisztelte Horváth Linda. Ugye csak egy mondat a citromhoz, mert azért azt nem mindenki hallotta, hogy ugye beszéltünk egy bizonyos vegyületről, ez az ófenilfenol nevezetű vegyület, ez egy gombaölő szer, amivel hát ugye az összes citromot bepermetezik, ugye, és ezáltal ugye hát nem lesz gomba a citrom héján, viszont ha belereszeled, megeszed, limonádéba áztatod, akkor az nem biztos, hogy annyira jó. Ugye ettől ilyet meg gondolom a hallgató, és mit mondasz neki, hogy lassan 20 éve eszi a citromot szöröstül, bőröstül. Nem könnyű a válaszolás. Igen. Épp az előtte lévő levélíró azt kérdezi, hogy hát ő hosszú ideje iszik meg naponta 1 liter tejet, és a citromot fogyasztó hölgy is azt kérdezi, hogy van-e értelme még az életének ennek ezen a háttéren. Többször kapok ilyen levelet, hogy hallgatva a műsort, az emberek elszomorodnak visszatekintve az elmúlt 20-30 évükre, és most mire számíthatnak. Mindenképpen változtatást javasolok. Ez a lényeg a válaszomnak. Finoman fogalmaztál. Így van. A citromhéját azt nyilván levágjuk. A kézmosás borzasztó fontos. Tehát aki rájön, akár a mai nappal, hogy hibázott eddig, vagy nem tudta, nem tájékoztatták megfelelően, stb., akkor azonnal meg kell változtatnia az életét. És ha lehet, akkor egy tisztítást elindítani. Tehát a szervezetből valószínű, hogy a vegyszerek a májban, illetve esetleg a vesén keresztül nyilván távoztak. Izgalmas dolog ilyenkor egy májtisztítást tartani, egy márgyatövis magolajos kúrát tartani, egy vesetisztító tejkeveréket venni. És szerintem egy lébőjtöt tartani. Figyelj, egy széklakúrát. Feri is kérdeztem, jogos a kérdés, tudom, hogy erre is válaszolta, hogyha ez nem jön le forró vízzel se, ugye ez az ófenilfenol nevezetű vegyület, akkor miért kell attól félni, hogy például nagyon sok szórakozó helyen, nagyon sok étterembe adják ugye a limonádét, hogy mind a narancsiját, mind a citroméját ugye belerakják, és a limonádé tulajdonképpen azt jelenti, hogy félbevágnak egy citromot vagy karikára, beleszórják a limonádéba, ott a héja, ott a belseje. De hát, ha csak forró víz oldja csak, mosószeres forró víz, akkor az a vízbe, vagy még az se, akkor az a limonádé, van, aki még 10 éve így iszik limonádét, hogy benne van a citrom, helye kioldódhat? Igen, mivel savas anyagról van szó, ugye a limonádé az egy ilyen citromsavas, almasavas dolog. Tehát maga a citrom sava oldja le a héjáról. Így van, legalábbis valamennyit leold, mert ugye tudnunk kell, hogy a pH érték, hogyha csökken a savasság hatására, ugye enyhe idézőben maró hatás révén elindulnak ugye a vegyületek, és főleg, hogyha ázik benne mondjuk egy fél órát, egy órát, azért ott számolunk beoldódással. Tehát a citromlébe áztatom a kezelt citromot egy óráig, utána már megehetem. Igen. Azóta nem gondoltam át. Azóta, mióta erről mesélt, azóta én is úgy iszom. Egyébként, hogy citromlevet facsarok, amíg megyünk valahova, egy étterembe, és csak a levét kérem, hogy ne tegyék bele a héját. Ennyit meg tud az ember tenni, akkor az már jó, az vízbe belöntöd, és csak a leve van benne. Naponta megiszom 1 liter 1,5%-os UHT tejet. Okozhatok-e valamilyen kárt a szervezetemben, és igen, pontosan milyen hatása van a belekre, kialakulhat-e a tej miatt valami komoly betegség. A napi 1 liter, az nem kevés, nem? Ez elég sok. Nem mindegy, hogy a kedves hallgató mikor issza a tejet, hát nyilván a válaszomban ki fogok térni, meg fogom kérdezni, mikor issza, hogy reggel issza, ugye reggel a tej az könnyebben árthat, mert altat, mert raktározódik, halmozódik. Délután este felé kevésbé, nem véletlen, hogy sokan este eszik a joghurtot és a kefirt, mert akkor egészen más a hatása, ugye van, aki pedig cukros tejjel altatja a gyermeket, ezt én nem mindig ajánlom, mert nem okoz, tehát az első mély alvási fázis az kiesik ilyenkor. A lényeg az, hogy a tej és tejtermék fogyasztás az inkább a délutáni este órában szerencsésebb, de napi 1 litert én senkinek nem mernék javasolni. Nem mindegy, hogy honnan veszi, hogyha bolti UHT-t erről van szó, anélkül, hogy bárkit és bármit is bántanék, ugye ezt én nagyon soknak érzem. Azt írja még az hallgató, hogy de kérem szépen, ne azt mondja nekem, hogy inkább legeltetett tehén tejét igyam, mert nincs rá módom, nem tudom megoldani. De aranyos. Mielőbbi szíves válaszát előre, és köszönöm tiszteletek. Ezek azért nem könnyű kérdések, igyekszem ezekre válaszolni. De ígérne Gábor, hogyha majd egy olyan levél jön, hogy kedves Gábor, 98 éves vagyok, 30 éve élek mosatlan gyümölcsöl és 3-6-os UHT tejjel, mire számít csak a jövő? Igen, ez a Churchill-i modell. Igen. Na, amiről most beszélünk, és amire én kértelek, hogy egy sokak által használt, sokak által népszerűnek tartott termékcsaládot elemezzünk ki egy kicsit, ami eddig elkerülte a figyelmünket, de lecsapunk rájuk és beszélünk róluk. Ez pedig ugye azok a bizonyos instant dolgok, ami már mindenből van. Tehát az instant levespor, az instant garnélarák ízesítésű tésztaleves, a salátaöntet, a teapor, a kávépor, a csomagoló zacskós por, ami egybe rá lehet önteni, és akkor abba lehet sütni. Vannak különböző ilyen termékek különböző gyártóktól. Ezt ugye nagyon sokan fogyasztjuk, nagyon sokan esszük.
veszélyes, nem veszélyes, ha már veszük, mire figyeljünk, kell-e tőle félni. Menjünk szépen sorba, jó? Jó, melyikkel kezdjük? Mondjuk nézzük meg a levesporokat például, hogy az mennyire ijesztő, vagy nem ijesztő. Ez ugye a legtöbb háztartásban ott van. Ha szabadna, akkor legelőször ennek a történelmével kezdeném. Megfigyelték, hogy elég jól eladhatók a szárítmányok, a szalványok, főleg, hogyha ízesítik is ezeket. És amióta létezik ez a technológia, amit úgy nevezünk, hogy instantizálás, azóta az azonnal oldódó termékek megjelentek, és ha megnézitek, akkor óriási piaca van ezeknek a termékeknek. Gyakorlatilag azt merem mondani nektek, hogy töltött káposztaport is lehet csinálni. Tehát minden ételnek a porított formáját, vagy legalábbis leszegényítve és lecsoványítva a porított formáját, és azt az ízt meg lehet komponálni. És például a kezemben tartok egy levesport, ami érdekes, mert ugye a nevéről nézve megylevesről van szó, és az összetevők ugye cukor, módosított keményítő, citromsav, tejsav, tejpor, tejsavópor, zselatin és céklapor. Tehát jól érezzük, nem hogy tudom, megy egy darab sincs. Hiányoltok-e belőle? Megy, de a legvégén, a legutolsó, ott van a megylépor is. Aha. És ugye az érdekesség az, hogy most ha megkérdeznétek, hogy tehát a termék egészséges vagy egészségtelen, nem tudnám azt mondani, hogy ez egy egészségtelen termék. Bocsánat, azért termék. A szárított megydarabok 0,4%. Nehogy megakadjon ott. A terméknek a színét... A termék színét a cékla adja. És ez megint visszaköszönő kérdés, emlékeztek a multivitamin kérdésre, hogy elnevezik valahogy a terméket, de végül is a tornasorban csak a legutolsó helyen áll. Na jó, de lehetne benne, nem tudom, az a kárminsav is, nem? Tehát ahhoz képest még a céklapor az még egy természetes... Engem boldoggá tett a termék, mert tehát alapvetően a zselatint én nem tenném bele, én tennék bele valami más állományjavítót, mert egy csomó ember van, aki szerintem zselatint nem fog fogyasztani, de én szerintem a forgalomban kapható termékek közül ez egy jó termék, csak senki nem álljon a megyleves porttól medjet. Ugye, mert ez nem azt, ez annak az imitátumát, ez egy virtuális. Viszont a céklapor az jó. Tehát, hogy azzal olyan a céklapor az egészséges. Hát, de most a prémium minőségi tésztákat is ízesítenek, például spenótporral, céklaporral, stb. Ez rendben van. Tehát mégse szintetikus. Csak ott azt mondják, hogy akkor céklás ízesítésű. Hát ez nem. Hát, ugye? Tehát, hogy azért a prémium tésztát ízesítenek céklaporral, csak azt hogy céklás tészta. Itt viszont egy megylevest ízesítenek céklaporral, tehát a kettő azért nem ugyanaz, nem? És arra azért vigyázzunk, hogy sovány tejport, tejsavópor, tehát itt azért a laktóz, a tejcukor, amiről majd talán később biztos tudunk beszélni, azért a tejcukor ott van benne. Tehát aki érzékeny, az ilyen gyümölcs levesporokat nem fogyaszthat. De önmagában jó. Ettől nem kell falnak menni. De önmagában nem rossz, eszi a gyerek, csak nem az kapod, nincs rossz, amit kérsz. Nem egy házi megyleves, igen, de hogy nem olyan veszélyes. Tehát ezeket a termékeket nem tartom azért olyan rossznak, mivel az instantizálás során nem visznek bele vegyszert. Ez egy technológiai folyamat. Hát a szárítás-porítás az egy 1000 éves technológia, tehát a nomád népek már használták a húsport. Így van, csak itt ugye az instantizálás kerül, ugye, tehát ez egy rossz szegényített por. A lényeg az, hogy aki elutazik, és akar enni valami olyan ízt, amit máskor nem, vagy valahogy nincs ideje főzni, azok számára ez egy jó alternatíva lehet. De akkor nem virtuális anyagok vannak benne, tehát nem, hogy... illetve a forgalomban vannak olyanok, és amit itt a kezemben tartottam, az nem virtuális, de azért leemeltem a polcról, éppen tegnap, mikor vásárolgattam, nézegettem a virtuális porokat is bőven. Nyilván árfekvésében ezek alacsonyabbak, olcsóbbak, azokban lényegében alig van mondjuk egy zöldségleves porban, kockában, alig van szállított zöldség, és megemelik a sótartalmát, megemelik az ízfokozó tartalmát, és az ízfokozók közül ismerős lesz számotokra ez a nátrium glutamát nevű, régen a kínai étterem szindrómát. A kínai sónak is mondják, igen. Így van, de most már dinátrium inozinát és dinátrium guanilát is van mellette. Ezek ízfokozók, és egyre több ízfokozót használnak egymás mellett, hogy minél jobban, minél harmonikusabb legyen az íze. Tehát. Mutatnék egy gyöngyszemet, garnélarák ízesítésű instant tésztaleves, amiben a garnélarák úgy szerepel, hogy mesterséges garnélarák aroma. Szerintem ez szállóigévé fog válni ebben a műsorban, hogy mesterséges garnélarák aroma. Meg ne kérdezzétek, hogy készítik, és hol tenyésztenek mesterséges garnélarákot. Mi az a mesterséges? Valamelyik testetéből, vagy honnan vonják ki. Nem könnyű ezt kitalálni. Ez egy zárt világ az élelmiszeriparban, az aroma, az összetett aroma gyártás. Ugyanúgy, hogy a macska
tápoknál a giliszta, illetve az egér aroma, mert ez létezik, csak idézőjelesen. Ugye a csirketápoknál a giliszta aroma, a macskatápoknál az egér aroma, tehát olyan aromákat gyártanak, amelyek hasonlítanak az egér ízéhez. Jó, beszélünk még a hírek után majd az italporokról egy pár mondatot. Jó, nagyon sokan isznak kávétát, illetve italport, illetve vannak azért jó dolgok is, mint a céklapor, meg a stb., ami ugye azért szintén instant, de azért azok egészségesek és értékesek. Úgyhogy ezzel folytatjuk. Mindjárt 8:30 van, jönnek a hírek után pedig Gáborra folytatjuk. Szólalj meg inkább. Jó, no doubt, azt is meghallgatjuk majd. 8:45 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Beszélgettünk itt ugye Gáborral, mert az M-mentes övezetben vagyunk éppen nyakig. Ugye mindenféléről, ami instant, ami por, sok háziasszony használja, sok háztartásban van, jó, nem jó, de egyelőre nem mondtál rémisztő dolgokat, tehát nem kell megijedni, lehet instant leves tenni, porleves tenni, csak azért meg kell nézni, hogy mi van benne. Kérdezi valaki, hogy félbe kérdezem, honnét tudják, hogy milyen íze van egy gilisztának vagy egy egérnek, ugye, mert mondtad, hogy egér aroma, illetve giliszta aroma, egy jó kérdés egyébként, akik előállítják ezen aromákat, ugye kutyatába, meg macskatába, meg nem tudom mivel, ugye? Ezek preferencia vizsgálatok egyébként, tehát a macskával ethetnek rendes, normális, természetes gilisztát mondjuk, vagy éppen egeret, hogyha éppen macskáról van szó, és aztán pedig elé teszik az egéraromás ételeket, és megnézik, hogy mennyire preferálja a macska. Tehát nyilván nem az ember fogyasztja ezeket, hanem az állattal. És utána az állat választ. És vizsgálják az állatpszichológusok, hogy hogyan reagált, így van. Mi a helyzet kávékkal, teákkal, ugye ezekkel az instant porokkal? Jó, nem jó, ezt is sokan isszák. Nem az instantizálással van a bajom annyira, mert az azonnal oldódó hatás ez nem rossz dolog, hanem hogy cukrozzák. Intenzíven cukrozzák, a leves poroknál az intenzív sózás. Most erre mondhatjátok, vagy mondhatjuk azt, hogy hát nem kell sokat beletenni, ugyanakkor szeretjük a jó ízű tejákat, szeretjük a jó ízű leveseket, tehát nyilván többet teszünk bele, és ez egy picit megnövelheti a sóbevitelt, vagy a cukorbevitelt. Ugye ott van a módosított keményítő, ott van egy pár adalékanyag, vannak a csomósodást gátlók, a felületaktívok, tehát egy-két elszám azért belekerül, és ha szabad itt említenem, most már nem tojást használnak, hanem tojásport. Tojás sárgája port, tojás fehérje port, a zsír helyett zsírport használnak. De ezek rossz dolgok? Tehát a valamiben ezt olvasod, hogy tojás sárgája por? Azáltal, hogy valamit porítunk, azáltal gyengülni fog, tehát csökkenni fog a minősége. Egy tojás fehérje porttól annyira mondjuk nem tartok, egy tojás sárgája porttól, de nyilván ti is érzitek, hogy egy tej és egy tejpor között van különbség, egy tojás és egy tojáspor között van különbség, vagy szalonnapor, vagy börkepor, vagy zsírpor. Hát a zsír helyett, vagy az olaj helyett a zsírpor kerül bele. Nagyon szereti, egyre jobban szereti az ipar a porokat, mert borzasztó jól kezelhető, elegyíthető, feloldódik, egynemisíthető ezekkel az új kutterekkel, homogénezőgépekkel. És ott a karamell, szinte minden leves porba, leves kockába találni fogtok karamellt, hogy ez a híres ízfokozó. Ugye a karamell, az égetett cukor, az kiemeli a sós ízeket is egyszerű. És ugye még nagyobbat robban a szájba. Így van, ízfokozókkal együtt a karamell, és egy kevés hozzáadott cukor még, nagyon sok mindent tehet egy sós ízű termékkel is. Jó, de például a zöldségporok, tehát ezek az instant céklapor, azokból van jó minőségű céklapor, ugye, hogy azok viszont jók. Itt érdemes így elmondani, hogy lehet borítani céklát, cékla levet, cékla sűrítményt, áfonya sűrítményt, és vannak is ilyen termékek forgalomban. Ezeket onnan ismeritek meg, hogy drágák. 5000 forinttól vagy 3000-től kezdődnek azok az instant áfonyaporok, céklaporok, ságarépaporok, őrlemények, amelyek tényleg belerakod egy pohár langyos vízbe, vagy hideg vízbe, és tényleg föl fog oldódni, és ebből olyan répalevet tudsz inni, majdnem, mint hogyha nyers répalevet innál. De akkor ezek jók, tehát itt nem ezek vesztik jók el a gyártás alatt. Őszintén szólva, én ezeket az instantokat, ha vásárolom, nem mindig arra használom, hogy leveket iszok belőle, hanem ezeket lehet ételekhez tenni hozzá. Egy leveshez, egy főzelékhez. Nagyon szép színt ad neki, és ezeknek az értéke az fantasztikus, mert liofilezéssel készülnek, ez azt jelenti, hogy fagyasztva szárítás, ez az egyik legkorszerűbb mai technológia, nem bíz bele idegen anyagot, nem bíz bele vegyszert, fagyasztva szárítással készülnek ugye a tészta levesek, ugye ezek a tészták, amiket szinte csak beáztatunk, és kirúgja magát, és szinte ehető forrázás. Ezek a kínai zacskós tészta típusok, zacskós ugye, tészták, hogy igen, ez a garnilla ránkézesítés. 60-70% a tészta, tehát lényegében mondanám azt, hogy megveszel egy ilyen tészta levest, és olyan árba veszed meg, drágában veszed meg, mintha tésztát vennél, de végül is nagy része az tészta. A technológiát fizeted meg rajta.
hogy otthon nem főzöl 15-20 percig a tésztát, vagy 8 percig, hanem veszel egy tésztalevest, és 3 perc alatt kész van, nem biztos, hogy megéri ez a különbözet, ez az 5-10 perces különbség. Hát aztán fene tudja, eltősor esetek rám követ, de én például imádom ezeket. Tehát beledújtok egy tojást. Mert adnak hozzá ugye egy aroma. Azt a mixet. Zacskót azt nézd meg, hogy igen, van. Nézd meg, az a mi van benne. Az a kulcs, ott van a kis börkepor, a kis, börkepor, a kis okay. zsírpor, a kis szalonnapor, a kis tojáspor, tejpor. Azok is azért ízanyagok, szó-szó. Tehát ezekkel azért befolyásolják az ízlelő világunkat, úgyhogy megint visszacsatolás ugye az ízrobbanásra, amiről beszéltünk korábban. Figyelj, amikor például egy gyors rizst csinálunk, ez most nem biztos, hogy teljesen ideillik, csak én mindig eszembe jut, hogy mindig gondolkozunk azon, hogy Vikivel szoktunk erről beszélgetni, hogy belerakod ebbe a nejlomba, és ott 10 percig, ott 90 fokos vízben, ugye abban a zacskóban van maga a rizs, ami tök jó, mert jó puhárezd a zacskóból, nem oldódik ki semmi? Hát hő hatására némi oldódás megtörténik. De az inkább a vízbe megy, nem a rizsbe. Igen. Nem kizárt, hogy a rizs is felszív valamennyit. Sajnos nem tudjuk pontosan, hogy ezek a borzasztó kis mennyiségben a műanyagból kioldódó dolgok, ezek mit okoznak a szervezetben. Most már vannak róla cikkek, de ezeket úgy képzeljétek el, hogy még a mikrogramnál is, és ezerszer kisebb mennyiségek. Van esély rá, hogy valamilyen hatása lesznek a szervezetre, de itt inkább a sav hatás, egy szénsavas italnál, vagy ásványvíznél jelenik meg, a szénsav kioldhat valamennyit a palackból, de ezek ugye nem annyira savas, a rizs az nem egy savas termék, itt annyira nincs kioldási veszély. A rizssel csinálnak valamit? Ami egyébként azért érdekes a 10 perces gyors rizs, mert hogy én a sima rizst 10 percig főzöm, és még 5 percet pihentetem, tehát hogy nem gyorsabb. Ne jó, de te tudod, hogy egy időféle fekete lyukba vagy dolga, ami neked 10 perc, az nekem 3 óra. Nem hinném, ugye egyszer megtanítalak rizst főzni. Te 10 perc, hogy megfőzöd a rizst, én 10 perc, mire megtalálom a spejzben a rizst. A múlt heti receptet, pont ez volt benne, hogy 10 perc megfőzni. Én még nem hallottam olyan kaját, amire te azt mondod volna, hogy figyelj Bali, ez egy kicsit időigényesebb, ez legalább egy fél óra. Nálatok nem tudom, mi van, de hogy minden 8 perc alatt elkészül, egyszer elmegyek. Én ezt elhiszem, múltkor csináltam tejbe rizst a gyereknek, hogy egy óra után is. Azt hittem agyvérzést kapok, mert nem akart megpuhulni a rizs. Most neked 10 perc alatt megpuhul, egy órát álltam a tejbe rizs fölött. Eszembe is jutottam, mondom, miért nem a Feriékhez? Átmegyek a Feriékhez, megfőzöm, visszajövök, még hamarabb meg vagyok, itt otthon csinálok tejbe. Lehet, hogy egy óráig főztem azt a rohadt rizst. Azt hittem, hogy megőrülök. Olyan már volt, hogy ahogy gondoltátok, hogy megcsináltok a Feri egyik receptjét, de nem volt egy szabad délelőtt. Olyan volt, átmegyek a Feri, ez megcsámolt, hát ők valamilyen időféle fekete lyukban vannak, ott minden 6 perc. Hát nem baj, ha tudod, hogy mi hol van a konyhádban. Az mondjuk sokan segít, igen. Elő szokták pirítani a rizst, előfőzik, megszárítják, és csak észre kell fűzet. Hogy akkor nagyon figyeljetek, Balázs, hogy ne 90 fokos vízbe tegyétek a rizst, mert hogy sokára elkészül el. Minimum 100. Én azt javaslom. De ha lehet 150, legyen már gőz formátumban főzzétek. Teaporok például. Ugye ezt sokan használják, hogy két kanállal berakod, megkevered, gyerek jeges teaszerű dolgot iszik. Ezek 0,1% gyümölcs tartalommal. Így van. Arra számítsunk, és ezt gondolom mindenki tudja, de itt meg kell erősítsem, hogy ezek az ízlelésünket szolgálják ki. Igazán tápanyagtartalmuk nincs, a vércukorszintet megemelik, aztán jön a hipoglikémia, a vércukorszint leesése, egy picit nassolási kényszer kiváltásába vesznek részt, és az ízlelő világunkat egy picit megváltoztatják, és én azt kell, hogy mondjam, hogy aki túl sok levesport, leveskockás dolgot fogyaszt, vagy ilyen teja, instant tejákat, az egy idő után nem fogja annyira értékelni a természetesebb ízeket, és itt inkább nem a belsőszeri problémák jelentenek itt nekem nehézséget, hanem ennél sokkal mélyebb és sokkal fontosabb az ízlelés. És hogyha az megváltozik, nézzétek, akkor majdnem minden megváltozik. Az egész étrendünk átalakul, hogyha az a néhány négyzetcentiméternyi rendszer, ami a szánkban van, a nyelven, stb. Az megváltozik, onnantól kezdve. Tehát ugye arra gondolsz, magyarra lefordítva, hogyha például Jani minden nap eszik egy ilyen zacskos levest, amit hál' Isten nem csinál, akkor ez olyan ízrobbanást okoz a szájban, hogy utána egy normális hétköznapi leves már nem okoz akkor örömöt, hiszen ízlelennek, sótlannak, fűszertelennek fogom érezni, hiszen itt a nátrium glutamát ugye dolgozik, ízrobbanás berobbantja az ízlelő bimbókat, egy hétköznapi levese pedig azt mondta, hogy hát ez már nem annyira jó. Pontosan. Ezért beszél gyereknek adni például sokat. Igen. Az a cél, hogy hozzászokjál az ízéhez, az ízharmóniához. Úgy nevezik, hogy íztest. Minden terméknek ízteste van. Ez egy háromdimenziós test, ezt fel is rajzoljuk egyetemen. Íztest. Otthon nem tudsz olyan levest készíteni, mint amit egy kis leveskockából, levesporral tudsz készíteni. Hozzáteszem, hogy a katonaságban képzeljétek el,
hogy Amerikában, erről talán már olvastatok, vagy hallottatok, hogy kezdik megunni ezeket az instant porokat a katonák, és Amerikában ugye fejlesztik a pizzát, az évekig elálló pizzát, ami nem por, nem úgy, hogy bekevered a port és kész a pizza, hanem készen, tehát a pizzát megkapják, ott hagyod, nem kell hűteni, és 2-3 év múlva, és ez a paradicsom szószal együtt, az ugyanúgy ott áll. Jó. Nagyon fincsi lehet. Nagyon finom lehet. Gábor, bocsánat, még csak egy gyors kérdés, hogy a feleségemre nézve veszélyes lehet a számban őt érő állandó ízrobbanás? Nagyon fontos kérdés. Mit reggeliztél, Gábor? Hát ma tönkölydarát fogyasztottam. Mi más? Teljes ördésű tönkölydarát fogyasztottam, rizstejbe készítettem el, és gondolkodom, mit is tettem rá, karopszószal. Karopszószal készítettem. Hát egy gyerekek, karopszószal készítettem. El se indulok. Igen, hát almát tettem hozzá, egyszerű puritán reggelim volt. Hát, igen, visszafogott. Abszolút. Ehhez képest a párizsi zsömle, komolyan mondom, hát a kanyarban is, de tényleg. Gábor, egy hét múlva folytatjuk, nagyon hasznos volt. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. elmentesövezet@morningshow.hu, ez az e-mail cím, ha valakinek van kérdése, nyugodtan Gábor próbálja az összes levelet megválaszolni. Mi pedig már is hármasugrást játszunk valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Attila, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Attila, milyenek a kérdések, Jani? Első kettő, vihető, harmadik nehezebb. Első kettő, vihető, harmadik nehezebb. Attikám, készen vagy, felkészültél? Úgy gondolom. Na figyelj, így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztója. Hogy nevezik a lakodalmat levezénylő és a násznépet szórakoztató személyt? Ő a vőfény. Így van, vőfény. Jó, mehetünk tovább? Persze. Dedikált egér alá tétért, így szól a második kérdés. Melyik legendás magyar labdarúgó beceneve volt a császár? Hűha. Albert Flóri. Így van. Irodalom a harmadik, ha gondolod, neki mehetünk, ha szeretnéd megtartani azt, amit van, akkor meg is állhatunk. Irodalom. Mindenféleképp neki megyünk, maximum beégek. Nem könnyű. Miért nem jobb ilyenkor megtartani? Igen, sose értettem kérdés. Ezt, mint hogy... Játékos lélek. Jó, próbáljuk meg. Értem. Dedikált óra a tét, így szól a harmadik kérdés. Milyen nemzetiségű Gabriel García Márquez Nobel-díjas író? Dél-Amerika, egy másodperc. Bolívia. Kolumbiai. Kolumbia. Tudtam, hogy valami bia. Így van. Száz év magány, milyen jó, nem? Igen, száz év magány, meg a igen, szerelem, kolera. Kolera idején, így van. Van. Ezek jó könyvek. Meg szép, a három testő. Az igen. Jöhet a boom, jó? Próbáljuk meg, hát ha boomozunk egyet. Oké. Mennek az ajándékcsomagok, tikki-takki. Boom. Nem lehet ilyen hitehagyottan. Már magában lemondás, már háttaláltál az ágyúnak. Hát, nem áll, hát ezt, erre a szoftver régképpen boom, egy ilyen boom, hát ez... Haragszom magamra, mert tudtam volna már. Haragszom, igen, mert egyből bemondtad Dél-Amerikát. Az jó volt, igen. Hát aztán kellett volna egy film. Attikám, legközelebb, jó? Köszi a játékot! Oké, én köszönöm szépen. Sziasztok! Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 7 perc van pontosan, 9 óra, hírek után folytatjuk. 9 óra múlt 9 perccel, jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. SMS számunk változatlan 0670 645 000, ide várunk friss közlekedési híreket, jött néhány, már is mondom, Budaörsi út, akadálymentes kuplungáz, még ott egy kék ruha, itt a vég. De jó. Szép. A szokásos, igen. István, aki néhány nap alatt a közlekedési hírek hát nagy ágyújává nőtte ki magát itt a Morning Show-ban. Már látom, hogy megszállottan gondolkozik, hogy minden nap valami szellemeset küldjön. István, köszi, tehát a Budaörsi út akadálymentes. Szabadsághíd budai oldalán, Buda felé lerobbant egy villamos. Sok-sok 49-es számú villamos torlódik a hídon, de az autóforgalmat egyelőre nem akadályozza. Ezt Flóri küldte nekünk. Flóri, köszönjük szépen. M7-es 142-es kilométerénél készülnek ebben a pillanatban fotózni, úgyhogy ott is mindenki egy kicsit menjen lassabban. Mennyi ott a 130, ugye? 130-ra lehet menni. Pécs-Komlói úton fotózás van, Crispy küldte nekünk, és az M7-es 16-os kilométer szelvényében semmi torlódás nincs, ezt kamionos küldte nekünk. Van egy baleset a Hüvösvölgyi úton, üzeni Tamás,
M7-es Budapest Siófokig tiszta, jó tempomban járható, szott üdülő. Igen, ezt Ati küldte nekünk még egy kicsit régebben, ugye, hogy mi az, amit nem ismernek most a 20 évesek. Na, sok mindennel tartozunk, egyrészt ugye azzal, hogy a kinek a milyen játékunk zajlik a Facebook oldalunkon, ehhez lájkolni kell bennünket, és ugye már voltak jó megfejtések, az első kinek a milyen Jani anyajegye volt, és nem Balázsé, mármint nem az enyém. Uh-huh. Ugye ez sokan megtévesztő volt. Megtévesztő volt, így van. Mindkét tojás úgy hasonlítanak egyébként egymásra, amúgy úgy is történt, hogy azt hiszem Argentinában kint napoztunk valahol, és egy picit bealudt, és így a keze így ráfittyett az én lábamra, és akkor átégette a bőrömet. Igen. Dósai Robi volt az, aki a helyes megfejtőként megnyerte az ajándékot, ugye, egy apró kicsi Morning Show-s relikviát, valamint ugye a tegnapi nyertes pedig Horváth Emese Nikolett, az a bizonyos behajlított jobbkezes új, a hajlításból ítélve, ez Feri mutató újja volt, és Emese Feri mutató újjára szavazott, ezzel pedig ugye ő lett a játékunk nyertese, és ma is van egy kép, egy feladvány, kinek a mie, ehhez ugye tényleg csak azok tudnak hozzászólni, akik ott vannak a Facebookon, lájkolnak minket, ránk keresnek, és beneveznek a játékra. Nyakbalkasztó egér alá tét, olykor egy-egy bögre a tét, amit most csak és kizárólag a Facebookozóink között szeretnénk szétosztani. Tehát ha valaki még nem lájkolt minket, tegye meg, mert így is lehet ajándékot nyerni, de nem plusz lájkokért, hanem egy bizonyos játékért. Kinek a mie fönt van a Facebookon? Miki, fönt van a Facebookon. Kinek a milyen? Jönnek a tippek? Jönnek mindenképpen, ezt és már 245.485-en vagyunk fent a Facebookon, de ez még nem elég. A büdös életben nem találja ki senki, gyerekek. Ez nagyon senki. Nehéz a mai? Szerintem igen. Egyre betegebb dolgokat teszünk fel. Egyébként igen. Igen. Tehát, hogy kicsit ilyenek szoktak lenni általában az ilyen UFO-észlelős fotók. Tehát, hogy ránézés, akkor ez még akár az is lehet, de nem az. És aztán kiderült, hogy ugye... Igen. Mi volt a szélvédőn? Bogár. Igen. Na, egy jó mese. Végre! Jó mese. Apu. Mesélj, apu, megint, mint amikor a múltkor meséltél a döglött állatokat. Három perces állatmesék, ugye, hát egy gyöngy szem, nem érdemes rá elkölteni néhány ezer forintot. Tegnap szemezgettem ebből a kis könyvecskéből. Megdöbbentő, ijesztő horrormesék vannak ebben. Egyébként csak mondom, ugye a tegnapi adáshoz kapcsolódva, hogy megpróbáltuk a kiadót előkeríteni, nem akartak nyilatkozni. Ugye? Megpróbáltuk a mese íróját előkeríteni, ő ugye nem magyar, nem is álnéven írta, tehát nem egy magyar emberről van szó, ki álnéven, igen, külföldi néven írta, nem, ő nem magyar. Még mindig sittem van. Még mindig sittem van, igen, gyerekmolesztálásért és igen, horrormesékért. Valamint megpróbáltuk a fordítót is, akit nem akart nyilatkozni, vagy egyelőre nem sikerült előkeríteni. Nem sikerült előkeríteni, tehát a fordító még nincs meg. Szerettünk volna annak utána járni, hogy ki az az elmeháborodott, aki, hát egyrészt kiad ilyen mesét, az még csak rendben van, de ki az, aki ír ilyen mesét, a fordítót szerettük volna megkérdezni, hogy ő mit gondolt, amikor ezeket a meséket fordította. Az első szálok egyébként Charles Mansonhoz vezettek. Igen. Ugye tegnap bemutattam ezt a mesekönyvet, ebből elhangzott egy mese a nyulakról, akik öngyilkosok lettek, elhangzott egy anyáról, aki megfojtotta a saját majomkölykét, annyira szerette a kis majom. Gorilla. Igen, a kis majom megfulladt és szörnyet halt. A békák voltak, akik kiszáradtak a tóban, vagy a tó helyett. Igen, ugye? És a nyulak azt mondták, hogy hát miért jó élni, ha mindenki bennünket bánt, menjünk inkább, halljunk meg együtt. Mondták a nyulak, és belesétáltak a tóba. Az oroszlán, akit átbökött egy gnú, aztán pedig a szamár fejbe rúgta. Igen, és azt mondta, hogy minek éljek így, hogy már mondta az oroszlán, is. És meghalt. Ugye ez a mese lényege. És hát ez egész egyszerűen döbbenet, de ma van új. Ez most nem annyira durva, de képzeljétek azt, hogy otthon ültök, olvastok a gyereknek, és azt mondja, hogy apa, olvasd el a teknőst, aki repülni akart. De apa, ma is dögöljön már meg valaki sok. De Benni, tegnap már megdöglött egy csomó állat. Hadd olvassak inkább Anna Peti. De akkor csonkoljanak legalább valaki. Aludjál, most már mert nagyon fenékbe rúglak. De fejbe rúgsz, mint az oroszlánt, az a szamár. Melyiket akarod, Benikém? A teknős, aki repülni akart, vagy a legnagyobb béka? Békás már volt, legyen a teknős. Teknős, aki repülni akart. Jó. Oké. Aztán majd élve megfűzi a teknős találkozi bácsi. Megáll. Ott minden elkészül. A teknős, aki repülni akart. Figyelsz, Benni? Igen. Fent vagy?
vicceltem. Hogy segbe rúglak mindjárt az anyád úristen. A teknős, aki repülni akar, szintén ebben a könyvben van. Nagyon barátságos kis mese. 3 perces állatmesék gyerekeknek. Teknős Tibi. Már jó. Belefáradt, hogy mindig a hátán cipelje a házát. Olyan nehéz ez a páncél. Méltatlankodott. Ha repülni tudnék, minden sokkal könnyebb lenne. Figyelsz, Beni? Persze, most figyelek. Felmászott egy sziklára és leugrott, de csak a földre esett. Az ördögbe motyogta, miközben feltápászkodott. Rekár. Meg kell kérnem a sast, hogy tanítsa meg repülni. Elindult a sas fészkéhez, amely tőle 2 kilométerre volt, és 5 nap alatt oda is ért. Elmondta a sasnak, mi áradban van. Figyelsz? Igen, figyelek. Nevetséges képtelenség, mondta a sas. Az ilyen szerencsétlen tuskó, mint te. Ezt mondja a sas? Az ilyen szerencsétlen tuskó, mint te, soha nem tanul meg repülni. De Tibi nem tágított, tovább húzgálta a sas tollait, és csak könyörgött. Végül a sas megelégelte a dolgot. Felkapta Tibit, és felsuhant vele az égre. Jó, nem? De jó, de jó, de jó. És ugye sziklára dobta. Rajta, repülj, mondta és elengedte. Tibi mozgatta a lábait, amilyen gyorsan csak tudta, de hiába zuhant, zuhant, és nem tudott mit csinálni. Végül lezuhant, összetörte magát a sziklákon, és szörnyet halt. Jó, de jó, de jó, de jó, de jó, még egyszer, válja ki a szemét is. Ez volt az utolsó eset, hogy egy teknős repülni próbált. Most pedig lekapcsolom a lámpát, Beni, itt hagylak egyedül a szobában, aludjál szépen, ne, és a hangodat ne halljam. Ne, kapcsol, ne, kiürök de... szekrényből a jó, Jézus. Sötét lesz, mi addig anyukáddal lemegyünk, de valószínű nem fogunk hallani. Aludj jól, Beni. Hát ez a mese. A teknős, aki repülni akar. Kizuhant, lezuhant, szétfröccsent az agyvelője, és szörnyet halt. Jó éjszakát, gyerekek. Elhiszed? Nagyon szép mese. Nekem gyerekek, legalább a fordítót elő kell kerítenünk. Na? Holnap a legnagyobb béka, jó? Jaj, de jó, jaj, de jó. Aj. 100 darab van ebből, csak mondom. Figyelj, augusztusig meg vagyunk, próbáltam számolni. Lelkísérült és egyet torzó gyerekeket fogunk gyártani. Hál' Istennek, ha mindegyik iskolában. Jó, nyári szünet alatt nem mesél. Nyári szünet alatt nincs. Jó, mert akkor gyerekek hallják. Írta valaki a tegnap, hogy Stephen King ajánlásával. Hát körülbelül egyébként. Na jó van. Oké. Balázs, vannak még beteg könyvek, keresetek rá a Kispunci könyvére. Ú, de jó. Várj, már írjuk is. Indulok is. A Kispunci könyve és a kis fütyi könyve. Aha. Az még egyébként lehet aranyos is. Kispunci könyve? Aha. Meg a, szerintem az ilyen tájékoztató jellegű, nem? Igen, mert vannak köztük egyébként nagyon cukik meg aranyosak, tehát hogy amik mondjuk így szexuális értelemben felvilágosítják a gyereket, és ilyen kis kedélyes, aranyos, helyes formában. Igen, kis punci könyv. Igen. Így van. Svédek vagy dánok. Ja, hát ebben nincs meglepő. Már meg vagyunk, igen. Mi? Kis punci könyv. Há, ők írják ezeket, a sehány éves kislány, meg a 6 éves kislány, meg a tudod, ezeket mindig ők írják. Ott fönn nagy dolgok vannak, nagy bajok. Hát konkrétan a kis punci könyv illusztrációjában egy kis punci és egy kis kuki van, de jó, hogy vagy, te is. Tehát így szól a kis kuki, hogy de jó, hogy vagy, mondja a kis punci, hogy te is. Így vagyunk. Dán Hőjer írta egyébként, ha valakit ez így érdekelne. Nagyon jó. Nagyon nagy. Én ráállok ezekre a mesékre, gyerekek, szerzek nektek minden nap ilyet. Na, egy újabb kuriózummal dicseketett hazánk, ezt szeretném veletek megosztani. Na, hiszen azért egy műsornak az is feladat, hogy pozitív dolgokról beszéljünk. A 4-es metró, ugye? Nem? Ha. Nem a 4-es metró. A megújult várbazár? Nem is a megújult a várbazár. A kéken kivilágított parlamenti kupola a tegnapi napon? Segítek egy kicsit. Demcsák Zsuzsa dekoltázsa? Ami egy élő kincs, hazánk új ékessége, aminek majd a világból is a csodájára járnak. Aha, mi lehet ez? Kincsek? De élő kincs, nem ja. Jó. Élő? Feri világújdonság házi párizsia? Az már nem él. Egy igazi különlegesség. Akkor ami, csak a Demcsák dekoltás. Ami nincs sehol, csak itt, az pedig a Zsuzsa! A Velencei tóban megtalálható nyurgapony. Ez az! Tudtam! Valahol éreztem legbelül, hogy a nyurgapony lehet csak az. Figyelj, mi történik ott nálatok Velencén, Feri? Értékek vannak a Velencei tónál is, ezeket őrizzük. Ennyi. Mi Velencei tavi lakosok, mondom ezt én így 3 éve,
tudjuk, hogy van nyurga pontyunk, nagyon aha. szép. Amiatt a feriek leköltöztek a Velencétől, a pontyoknak nincs idejük már meghízni, igen, ezért mindig nyurga, mert Feri lehalásza. A helyzet az, hogy az érintetlenebb természetvédelmi területén elszaporodtak a nyurga pontyok, azoknak is olyan formája, mely külső jegye is megkülönböznek, vagy megkülönböztetik őket a tó más részén található mesterségesen szaporított pontyoktól. Kihaló félben van már Európában, és a csodájára járnak majd hazánk új ékességének a halászok, a horgászok, így mert hogy a nyurgaponty az úgy tűnt, hogy kihalt, de nem, most újra él. Uh-huh. Most a nyurgapontyot soha nem fogod kifogni, ugyanis a tó olyan részén van, ahogy írja is az előbb a passzus, amit felolvastál, ahol nem lehet horgászni, mert a tó fele ugye nálunk lezárt természetvédelmi, tájvédelmi körzet, madárrezervátum van, úgyhogy ezt csak úgy tudod elkapni, hogyha egy gémet elkapsz, aminek a nyakában még megvan a nyurgapony, mert esetleg ő tudja megélni. Saját kormoránnal eltötöd a nyakát. ez egy létező módszer. Létező módszer, hogy neveled a kormoránok, a kormoránok aztán elmész velük horgászni. Ha én rálépek egy nyurgapontyra a Velencei tónál, igen. akkor én ezzel emberiség elleni vagy hal elleni bűncselekményt követek, mert megölöm ezt a ritka fajtát. Hogy néz ki egy nyurga? Mi az, hogy nyurgapont? Mitől nyurga? Hosszabb? Vékony. Nagyobb? Vékonyabb? Uh-huh. Egyikünk sem nagy horgász. És akkor én azt kifogom, akkor drágában tudom eladni? Vagy, hát az kuriózum. Az kuriózum? Illetve ha megúsztad a büntetést, akkor tudod, mert szerintem ez védett pont. Hát ugye van a tükörpont, azt onnan tudod, hogy tükröződik, a nyurga meg vékony. Jó, te se vagy egy nagy horgász. De tényleg ezt a horgászok vajon tudják, hogy ők most kifogtak egy olyan pontyot, ami egyébként a híres velencetavi nyurga ponty? Ezt nekik kell tudni? Szerintem kell. Igen? Egy jó horgász biztos, hogy megismeri, bár elképzel, amikor majd a halőre oda megy, és azt mondja, jó napot kívánok, ez egy nyurga pont. Jó, hát azt hittem, hogy csak egy ilyen slang tükör. Hát bocsáss meg, akkor már vissza is engedem. Tehát, hogy biztos majd elkezdenek így okoskodni. De mostanában egyébként már nem annyira divat, hogy így hazaviszik, vagy ilyesmit. Nem feltétlenül lesz belőle paprikás, de meg halászlé. Hát kifogták, lefotózzák, csinálok egy jó kis selfit a Facebook oldalukra, aztán lekezelik a kis sebet a száj szélén, amit esetleg a horog vágott benne, aztán visszaengedik. A horgászok? Igen. Aha. A nagy többség most már így horgászik, és vannak azok, akik életben nem akarnak maradni. Nem a meghasonlott vadászok. Akik életben akarnak maradni, ők hazaviszik, és megsütik, és megeszik. Hát gyerekek, most már szerintem biztos sok olyan esetben, hogy a horgászok 80%-ig, amit kifog, azt elviszi haza, kifilézi, szereti, megcsinálja, halászlét főz belőle, lesz, nem ez, víz, ez ilyen biohorgászat, ez a megfogom, kifogom, majd visszaengedem, ez ilyen biohorgászat, nem? De tényleg, hát pont amikor ennél a szívalakú tónál sétáltunk, ott Nézsa környékén, mert hittem egy internetes portálnak, és azt hittem, aha. hogy van egy szívalakú tó, és annyira volt szívalakú. Na jó, abban legfeljebb ebbi halak vannak. Egy Dacia Logan. Kifogtak ott is egy rohadt nagy pontyot, már hozták a szákot, tették bele a szatyorba. Én nem láttam volna, hogy jóddal lekezelik a szája szélét, és visszaengedik. És mondja a horgász üveges tekintettel, hogy úsz, kis hal, mert ők retro horgászok voltak. még a régi, a megcsontosodott vonal. De tényleg ez megy már, mert a horgászat se az igaz, mert visszaengedik. Leméret, fotózkodás van, mérőszalaggal, és utána visszaengedik a halat. Igen, és ha nem olyan nagy, csak egy sima átlagos pontja, akkor is. Hagyják, hagyj nőjön. Egész egy misztikum, hogy ott ülszól a kis rádió, bámulsz egy úszót, nagyon meditatív. Klárikám, gyere már, nézd már meg én. Mekkora halat fogtam. Elképzelem, ahogy ott ülnek koltáig. Gyuri, az a mercink és a kertbe vagy. A tó még 20 méterre van tőle, Gyuri. Na, de itt van velünk az az ember, aki nagyon nagy horgász. Olyan nagy horgász, mint senki más. Mint a nagy ho-ho-ho-ho. Nem akartam ezt a hasonlatot hozni. Itt van velünk Oliver. Hello, Oliver! Jó reggelt kívánunk neked! Ciao! Hello, sziasztok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hello, Oliver! Hát ugye az az Oliver, aki ugye annó már mi régóta ismerjük egymást, aztán ugye beköltöztél a VV-be, és én tegnap tudtam meg, hogy ugye te egy horgász magazinnak is írsz egyébként. Tehát, hogy te ezt, nem, ezt rosszul tudod. Olvas horgász magazin. Ja. Azért meg írtam életemben egy cikket, meg vezettem egy horgász blogot, attól én még ugye nem vagyok író, de abban igazad van, hogy iszonyatos, hogy horgász vagyok, konkrétan megszállott, 4 éves korom óta üzem az ipart. Csak még, bocsánat, kicsit még nem úgy húztam fel az előző ferde állatmesékből, mert az elég érzékenyen érintett. Ugye, hogy a teknős, aki repülni akar? És még van egy szép, hogy hová tart ez a világ, ahol ilyen mesék vannak, nem? Na mindegy, térjünk inkább tényleg vissza a horgászatra, meg hallottam, hogy nyurgapontyokról van szó. Nem akármilyen nyurgapont, ez a velencei tavi nyurgapont. Ami állítólag most egy nagy különlegesség, igen. Ez egy speciális alfaja a nyurgapontnak? Így van, képzeld el, ez a nyurgapontja azt csinálja, hogy nem nyurgálózódik össze más nyurgapontjokkal, csak a saját kis csapatával
csinálják azt, amit csinálni szoktak a nyurgapontyok, és ez egy ilyen nagyon különleges kis része a velencei tónak, ahol ők egy különálló fajt képeznek. Így van, az úgynevezett Kelly pontyokat. Kelly family. Te láttál már ilyet, Oliver, vagy te tudod, milyen ez a nyurgapony? Én tudom, hogy milyen a nyurgapony, és ez egy tényleg eléggé hungarikumnak mondható egy állatfaj, ugyanis nagyon-nagyon szép a nyurgapony. Ez kicsit, sőt nem kicsit, hanem sokkal hogy mondjam, orsóbb, alakúbb, mint a normális pontyok, és hát például a tiszai alfaj az ilyen nagyon-nagyon aranyló, már zöldes arany, és szerintem az a legszebb, de hát nyilvánvalóan a velencei tavi is nagyon-nagyon szép lehet, ami hasonlóan néz ki, mint ez. De van nagyon sok fajtája egyébként a pontnak. Tükör, bőr, aztán tőponty. Bőrponty. Szóval bőrponty, aha. Az olyan, hogy ilyen bőrszerű, hát bőrszerű a pikkelje neki, nem találsz ilyen nagy ilyen tallérokat rajta, hanem az egész egy ilyen nyálkás valami, és egyetlen egy darab pikke nincs rajta. Aztán van a tükörpontja, ami szintén ilyen bőrös, de fölül vannak rajta ezek a filléres fillér mintázatok, meg hát van ugye a jó öreg tőpontja, ami totálisan pikke az egész, és szerintem ennek az egyik alfaja lehet a nyurgapont, ami megnyúlt. Véleményem szerint egyébként nekem az volt a teóriám ezzel kapcsolatban, hogy azért nyúlt meg, mert ugye a folyóvízben élnek, és ezért sokkal több energiát kell ugye nekik belefetszölni az életben maradásba, illetve az úszásba, de hát hogyha a velencei tavi alfaj, hát ott nem nagyon ott nagyon nincs. Ott nagyon nincsen sodrás. Figyelj, bocsánat, igaz, hogy tényleg mindig kamusztok a hal méretéről? Tehát kifogsz egy 30 centi, az 50 centi lesz, egy 70-es az a 90 felé közelé, tehát vagy ez egy ilyen sztereotípia veletek kapcsolatban? Nem, azért szoktunk természetesen füllenteni a mérettel kapcsolatban, ugye általában felfelé kerekítünk, aztán amikor érezzük, hogy ugye kicsit szorul a hurok, akkor viszont gyorsan ellensúlyozzuk egy negatív rekorddal, úgyhogy egyensúlyban hozzuk a mérleget. Meg a fotókat nagy látószöggel készítitek el. Nem, azt én nagyon nem szeretem, mert tudod, vannak azok a horgászok, akik fogják, legugolnak, és így előre tartják a pontot, és úgy néz, vagy a halat is úgy néz ki, mint hogyha egy kis polckit tartanak a kezébe, közben meg tudod, hát egy ilyen 60 centis valamivel ott nyomja. Állítólag ez a nyurgapontja Szorgás Csalival nem kifogható. Most ez mit látunk majd, hogy a velencei tavon három ilyen feltűrt nadrágú ember így kézzel így próbál lenyúlni, mint utoljára a kék lagunában a fiú, amikor horgászni próbált? Terelik bele a Varsába, nem? Egyébként szerintem hogy ne lehetne kifogható? Hát lévén, hogy táplálkozik az a ponty, úgyhogy meg lehet őket fogni, csak szerintem védett és nem javalt, nem szabad kifogni, tudod. De azt írja a szakirodalom, hogy az ilyen műcsalikra ő nem ugrik, tehát kukorica. Hát a műcsalira persze, hogy nem. Hát és műtücsökkel próbálod vallatni a vizet, akkor nem hiszem, hogy meg fogod, tudod. De mondjuk kukoricával, bojlival és egyéb ilyen dologgal azért meg lehet. Az jó, nekem egyszer valaki azt mondta, hogy ha melyek horgászni, akkor dobjak be egy kis súlyt, rakjak rá 20 darab olmot. Várj egy kicsit, Balázs. Anya, nincs macskakaja. Na itt vagyok. Nagyon fontos. Hogy rakok rá egy kis súlyt, fölrakok 20 darab horgot, és így balra-jobbra nagyon erősen rángatom, az egy jó módszer? Hát azt nem tudom. Ez a gerebjézés, nem? Amikor így megpróbálsz, hát ha beleakad valami. Nem. Mert az hármas foroggal tudod kívülről beleakasztod, ez egy borzasztó dolog, meg hát akkor szétsértik. Amúgy ezt előszeretettel szokták alkalmazni sajnos vadvizeken a rapsicok, mert azért ez egy nagyon undorító dolog, és lehet, hogy most már büntetni fogják egyébként börtönbüntetéssel. Ja, ha valaki beáll gerebjézni. Igen, és én ezt azért pártolom. Mert végül is állatkínzásról van szó. Meg azt hiszik, hogy a halak, tudod, nem éreznek semmit, de hát azért ők is élnek. Na de akkor, ha a szájába akad a horog, az nem állatkínzás? Csak kérdezem. Véleményem szerint nem. Mert olvastam én erről, mert volt idő, amikor úgy gondoltam, hogy lehet, hogy abba hagyom a horgászatot, pont emiatt, hogy sajnáltam nagyon, hogy mi lesz, hogy beleakad ugye a szájukban, meg miért roncsol. Ilyenkor én azt javaslom, hogy szakáll nélküli horoggal horgászunk, mert akkor még nagyobb esélye megvan ugye a halnak, hogy le tudjon fordulni a horogról, illetve amikor szabadítod ki a horgot a szájából, akkor nem hasítod ki, nem roncsolod kifelé a nagy bőrszafatod belőle. Hanem szépen kitekered. Uh-huh. Igen. Neked mi volt a legnagyobb? Na, mondj valamit, tessék, a életet fogások. Hát én fogtam 2 méter 40 centis harcsát is. Azt úgy már nem nagyon lehet el, tudod, fölfelé strófolni, 10-20 centikkel meg lefelé, úgyhogy ezt nem értük. Igazából 2 méter 38, de látod, már megint ott volt ez a 2 centis. Aha, aha. De azt visszaengedtétek? Persze, aha, mindenhol a visszaengedünk. A bográcsba. Igen.
A kis szépség, kis szépséghiba volt, hogy hárman vettétek ki vágóhoroggal, és tele volt. És már nagyon érzett, nem volt miért visszaengedni, igen. De tényleg te is úgy csorgálsz, hogy bármit ki fogsz visszaengedett? Hát ez nagyon jó. Igen, igen, igen. Fotó vagy videó készül róla, és eresztjük is vissza. Tehát ez a hazamegyek halászlélezből, ez már ezek kihaló félben van? Vagy ez már nincs? Nem, nem, és több százezer horgász van Magyarországon, úgyhogy ez az iparág, ez egyáltalán nem hanyatlik. Ellenben, hál' Istennek mindenki a catch and release elvét követi, azaz fog meg és engedd el fotó után, ami szerintem egy követendő példa is, aminek nagyon-nagyon örülök, mert régen ugye mindenki elvitte a méreten aluli halakat, de most már azért igyekszik mindenki betartani, mert belátta, hogyha elhordják a halat, akkor egy idő után már nem lesz mire horgászni. Aha, te örülsz neki, a macskáid meg ott döglödnek a lábadnál. Figyelj, olyan vagy, hogy kifogsz egy halat, és így több lyukból spriccel a szája, mert 4 horog volt benne az elmúlt egy hónapban, és olyan, mint a, olyan a halnak a szája, mint a szita, tehát ilyet látni? És egy ladikot húz igen, maga igen, után. Igen, ez általában a békés halaknál szokott lenni, illetőleg mondjuk rablónál is, amikor elmegyek kicsit pergetni, amikor ugye nincs tilalom. Akkor azért szoktam beleszaladni extra dolgokba, de pontyokban szoktunk olyanokat látni, hogy lóg belőle a damil, mert ugye állatmódon kicsörlőzik, azt hiszi, hogy az a horgászat, hogyha beakaszt és kicsévéli a halat a tó közepéből, holott nem igaz, hát ugye a horgászat öröm az a fárasztás, a becserkelés, meg a megfigyelés, úgyhogy ez azért egy eléggé komplex, hát nem mondanám sportnak, mondjuk az már az, amikor gázolsz benn derékig a sodrásba, egy napon keresztül, és utána nem bírsz leülni, mert izomlázadban. De egyébként, mi volt a kérdés, bocs? Semmi, hogy van-e olyan pontja, aminek ugye már több sebből vérzik a száját. Egyszer hallottam, hogy Balatonon ilyen elektromos bottal fogták az angolnákat. Van-e, hogy van mi ráz a botnak, a vége berakja a vízbe, megcsapatja az angolnát, és akkor a hirtelen meg is van. Nem az angolna volt elektromos? Nem, a bot volt elektromos. Van elektromos angolna, igen, de én erről nem hallottam, ez lehet, hogy valami urbán legend lehet. A bimban borozóban hallottad két szemet. És a kapás jelző, ez pedig egy, hogy hívják, a 66-os izzó, és amikor arra úszik az angol, akkor felvillan. Tényleg? Higgyétek el, hát nem mondok hülyeséget, elektromos bot odament, megfogta, áramot vezetett az angolnába, megcsapta az angolna, így kinyúlt, és abban a pillanatban belenyúlt, és kivette az angolnába. És hátra szólt, hogy izét, hogy hallod Béla, ez nem működik, hozd a gránátokat. Valóban nem hiszitek-e, hogy tényleg ugye a bojlis horgászat az egy nagyon-nagyon drága sport, mert ugye ott elektromos kapásjelző van, hajóval hordják be az etető anyagot, ilyen távirányítós hajóval, ez már olyan, mint hogyha kb. A NASA-nál horgászna. Annak szerintem se füle, se farka, mert ott csak nagy halat fogsz, ilyen 20-30 kilósat, nyilván azért jönnek kisebbek is, de ott az a cél, hogy minél nagyobbat fogja, az én szememben mondjuk nem nagyon horgászat. Én mindig a horgászat, hogyha mész tényleg és megkeresed a halat, folyamatosan vallatod a vizet, mert azért mégiscsak az az igazi, meg az, hogy nem egy sátorba ülsz, meg egy űrállomáson, hanem normálisan a természet lágyulén, hogy most klissékkel. Hát egy jó vízvallatás, nem? Hát ott álljunk. Egy jó vízvallatás. Én mondjuk őszintén leszek, én mindig a halnak drukkolok. Láttam egyszer egy olyan videót, hogy az apa, fönn van a YouTube-on, az apa elviszi a fiát ilyen karthal horgászatra, azt láttátok? És beesik a hal. És beesik a hal, azt láttad? Láttam, nagyon durva. Ül a gyerek a székbe, bekötözik, bedobja a botot, és kifogja a karthalat. De a karthal beugrik a hajóba. Aha. És a gyereknek a száján keresztül megy ki a karthalnak a feje, ugrik oda az apa, lent a kamera, csupa vér minden, és az volt az, hogy azt mondták, hogy 2 vagy 3 centivel arra megy, akkor a karthal átszúrja az agyát a gyereknek, és az volt az első horgászata a fiúnak, aki így ült, és mondta, fölugrik a karthal, akkor még messze van, és rossz irányba ugrott, és beugrott a hajóba. Szétvágta a gyereknek a száját, a fél fejét levitte, és ott mutatja az egész kamera. Legközelebb is hozzáll el, apa! De azért kicsit itt jobb volt, mint ahogy mondtál. Igen, fent van a videó, megosztom, döbbenetes videó. Hallod Balázs? Azért ilyet tudám csinálni, egy csuka is, nyilván nem szúrja át az agyvelődet, meg ilyenek, csak abban olyan rengeteg fog van, úgy néz ki, mint egy krokodil a csuka, nem tudom, hogy előttetek van-e az a hal. Igen. Istenem, de figyelj, az dehogy nem. Igen. Feri már lát egy kis koriandert, egy kis betrezsét. Nem teszünk rá, akkor a fokhagymát és tejfölt teszünk a csukára, a gyönyörű fehér húsára, megőrülsz olyan jó. Jó, de finom az.
De na, az is harap? Többsorban helyezkednek el a fogak a szájába, és azért az nagyon gyilkos, amikor szabadítod ki a horgot, nyilván tudom, erre való a horogszabadító, meg kettőbe kell csinálni, de hogyha az rácsimpaszkodik a kezedre, akkor ott sebészet van elég durván. Hát te se fizetél annak egy üvegsört, aki belenyúl a szádba, nem? És ott turkálnak. Tehát, hogy így az ember nem csodálkozik rajta, hogy a csuka mondjuk így próbál meg harapni, meg védekezni. Írja valaki, Balia, az elektromos botot villanyoszlopnak hívják. Persze, tényleg, most, hogy írjátok, tényleg azt láttam, az űrge kiemelte a villanyoszlopot, beledöntötte a Balaton, és megrázta az angolát. Mentek kétszer a hammerrel, megdőlt jobbra. Igen. Oliver, mi van veled egyébként? Te mit csinálsz most, hogy... Minden a legnagyobb rendben van, Balázs, kérlek szépen világosítónak tanulok. Wow, hát ez nagyon jó. Nagyon szeretem, és nagyon tetszik, illetőleg. Már hogy érted, világosító, éljük az világszerelő? És nem éppen. Köszönöm az olcsó tréfát. Te vagy a legnagyobb mester, tőle tanultam. Filmszakmában? Meg vagyunk, szeretjük egymást. Uh-huh. A filmszakmában? Filmszakmában fogsz világosítani? Tehát filmezel majd? Igen. Jó. Reményeim szerint, hogyha sikerül elsajátítanom a szakmát. Hosszadalmas folyamat, meg hát ugye a ranglétre legalján vagyok, de hát attól függetlenül nagyon szeretem csinálni, és örülök neki, hogy végre egy olyan valami, aminek végig kell járni lépésről lépésről az egész ranglétre. És akkor egy sima, egyszerű, nagyon hétköznapi segdublörködés már nincs is, te ne csináld. Az azért mondd, hogy azért még néha villantasz egyet Jude Law helyett, vagy de valaki helyett. A lötyet lett a popó. Néha sisakot megriasztom. De egyébként nem, egyáltalán nincs az már. Ez azért mégiscsak jobb, meg ez normálisabb, tudod, meg... Rendszeresebb, igen, abszolút, persze, megbízható. Igen. Jól van. Oliver, vigyázz magadra, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Ti is, minden jót kívánok, és további sok sikert. Jó fogás, szia. Vagy mit mondtok egymásnak, mit mondanak a horgásznak? Hogy görbüljön meg ilyen. Jó vallatás. Igen, kevés szúnyogot. Igen, köszi Oliver, ciao. Köszi, minden jót. Hello. Hát ez számomra egy teljesen életidegen terület, de pont ezért jó hallani, nem? Világosítás? Nem, a munka. A munka, te ügyen. Nem, a horgászat, hogy tényleg ott ülsz. Nem szeretem a természetet, de úgy, hogy történik valami, tudom, lovagolni, vagy mit tudom én, természetvédelmi körzetbe kvadozni, vagy tehát bármi olyan, ami... Nem. De például kimenni lovagolni, vagy sétálni, hogy ülsz, és nézel egy botot, és erre órákig képesek mindent. Az tuti, az nagyon jó. Minden tiszteletem az övék. Erre valahogy én nem fűztem rá. Többször próbáltak már. Na jó, de hát, hogy te érted, ott állsz, kint vagy, illetve hát ott állsz a roverrel, kint a dobáltal. Szóval hangos. Persze, azért nem olyan rossz. Jaj, és igen, be van kapcsolva az ülésműtel, és szóval a zene. Skútert hallgatok, és igen. Fölcsatlakoztatsz egy hűtőt tele sörrel. Igen, és egy aksis elemlápával minden horgász szemébe világít. Hallod, nem olyan rossz. Na jó van, 9:30 pontosan, 7 perccel jövünk, mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz pontosan 3 perc múlva. Milyen jó lenne egyébként tényleg, ha ezt a vadászatban is meg lehetne csinálni, itt írják többen, nem? Kilövöd és visszadobod. Hát, hogy lenne sportvadászat, ha van sporthorgászat, ami nagyon korrekt az állatokkal szemben, akkor miért nem lehet ezt valahogy a vadászattal is megcsinálni? Bár mióta én elmentem egy vadászatra, és ott nekem a vadászok tényleg elmondták, hogy ennek mi értelme van, kevésbé ítélem el egyébként, mint amit az ember előtte sztereotíp módon gondol arról, hogy emberek mennek puskával, azt hülyére lövik az állatokat. És akkor látnád az őzön, hogy hányan találták már el. Tehát ilyen paintballos? Paintball, és akkor folt lenne az őzön. Piros, zöld, kék. Vagy ilyen lézeres fegyverrel. Vagy az is jó. Igen, mert az nem túl életszerű, hogy így ezért egy lapockán lőtt el, és akkor utána. Na, és most menj békével, huss, és így... És elzül az állat. Egy szegény sehova. Nem, hát annak is van nyilván sportértéke, de használj is. Tehát azért a vadkárok nagyon sok kárt okoznak ugye a mezőgazdaságban. Uh-huh. Hát igen, ez meg a mi, ez a, mi volt előbb, tehát hogy nyilván, hogy az életterük csökken az állatoknak, akkor valószínűleg rákényszerülnek arra, hogy bemenjenek a földekre, elkezdjenek belenni hát a gabonába, stb. Meg ugye az ember szólt bele abba, hogy ugye kiirtotta a csúcsragadozókat. Így van. Tehát kiirtottad a farkasokat, kiirtottad a medvéket, elüldözted őket, ugye innentől kezdve mi történik? Hát azok a ragadozók, akik eddig nem a tetején voltak a táplálkozásláncok, elszaporodnak, jönnek a vaddisznók, jön ez az őzek, nyulak, mit tudom én, eszik a gyümölcsöt, megrágják a barackpát, zabálják a kukoricát. Érted? Az valakinek rendben kell tartani, nem? Hát persze. Mit mondtok erre vadászbarátaim? Hát én azt gondolom, hogy az ökoszisztéma az egy olyan finom rendszer, amilyen finom rendszert az ember soha nem fog tudni létrehozni. Hát hogy...
A természet például szabályozza önmagát. Volt egy ilyen kísérlet, hogy egy kis szigetre kiraktak mint én 4 kecskét. Nagyon-nagyon felment a létszámuk, ugye elkezdtek szaporodni, de csak külső megfigyelés volt, tehát nem szóltak bele, és egy idő után a sziget nem bírt eltartani ennyi kecskét. És az egyik kecske farkas szült. Igen, és az megette a többi kecskét, köszi. Igen, az a... Hány, de ronda vagy az agyát. Megetted az agyát. Megetted az agyára, nézd már, milyen szőrös vagy, milyen fekete vagy. Mi vagy te, farkas? És a fogad csecset nem rágni, szívni. Na, és mi volt? Semmi visszaállt. Tehát fölment a, mit én, a két párból fölment 60-ra a létszám, és nem tudta eltartani a sziget, és beállt 30-ra, és annál több, és nem születtek addig gidák, amíg valaki ki nem purcant a csapatból. Nem születtek gidák? Nem. És mit szólt ez a szikora? Semmi. Nem volt ergo koncert, egy darab sem. Ugyan, már nem születtek gidák, a szikora biztos durva. Nagyon ki volt. Azért az kikészítette szerintem a nőstényeket. Még tartom. Nem teszem le. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel. Édes nosztalgia. Jövőség, jó vagy? Én még most is STK-nak hívom. Ezt az mindenki, az a mikorosztályunknak az STK maradt. Tehát mész az STK-ba, persze. Pont egy Lőrinci írta egyébként, bocsánat, hogy szavazok, hogy a kék STK. Már nem is kék, már nem is STK, de még mindig így hívjuk. Egyébként vagyok annyira ostoba, hogy fogalmam sincs, hogy az S, a T és a K azok mit is jelentett? Na, ezt tudjátok? Persze. Ez a szakszervezet, mi volt? Társadalombiztosítási központ? Mit mondtam, ez az volt, igen. Hát te mondtad. Hát igen, szakszervezeti vagy, szakszervezetek társadalombiztosítási központja, aha, ami azt jelentett, hogy ha te fizettél TB-t, uh-huh, akkor ugye neked ott alanyi jogon tulajdonképpen ugye mindenféle plusz fizetés nélkül jár az a szolgáltatás, amit az STK-ban igénybe tudtál venni. Úgyhogy most már nem mehetnél csak hiszen. Évek óta tudjuk, hogy feketézel. Ezért hívom én mindig STK-nak. Nagyon helyes. Jó is. Jó is, ez egy jó kis STK. Jól van, hívjuk a nap hallgatóját. Adunk neki ajándékcsomagot. De jó neki. Hát, ha mondja. Egy morning show. Morning show. Az bizony! Hello! Sziasztok! Nem voltál valamikor már a naphallgató, vagy nem beszéltünk már valamikor? De már voltam. Mikor? Hát, még tavaly valamikor augusztus környéke talán, vagy még előtt. De jó vagy. Így emlékszem. Az összes hangot, akivel beszéltünk. Tudom, hogy beszéltünk. Egy SMS van, még csak alá se írtad, mutatom a többieknek, hogy még csak aláírás sincs. Mondd meg a nevét, és hogy honnan nem tudom. Tessék, mondd meg. Azt nem fogom tudni, de ismerem. Hogy hívnak? Teknőt. Teknőt. Aha, ez így ebben a formában nem ismerős. Na, beszéltünk egy gumisról, ugye az SMS, amit írtál, nagyon szellemes volt, hogy ugye Jani azt mondta, hogy végre rászánja magát arra, hogy lecseréli a nyári gumit, így a plusz 26-ban. Na, most kaptam időpont. Kapott egy időpontot, és mondta, hogy menjen el éjszakai gumishoz, mert ott nem kell ugye várni, és elirányítottam egy csepeli gumishoz. Ugye? Leírtuk 20 percen keresztül, fejtegettük, hogy hol van, merre forduljon, majd utána kiderült, hogy ez zárva van, te pedig azt írtad, nagyon iparkodj, Jani, mert az a gumis 2 éve bezárt. Szerettük, de többen megírták, hogy ez a gumis már nem létezik. Te vagy a nap hallgatója, akkor újra. Köszönöm nektek, köszönöm. Akkor is naphallgatója voltál, vagy máshol játszottunk? Naphallgatója voltam akkor is. 2 éve, hát az már régen volt, jó van, vagy 1 éve. Oké, kapod az ajándékcsomagot megint, jó? Köszönöm. Sziasztok. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Hello. Mondjuk ebből a sztoriból kiderült, hogy te már 2 éve nem cseréltél gumit az autódon. Igen, vagy máshol cserélted. Csabikám, mi újság a sporttal, mi újság a zenékkel, mondj valamit. Inkább a zenéről beszélgessünk most, jó? Mert a sport egy kicsit hanyagolva vagyok. Hát gondolom, remek zenék, nem? Remek zenék, és hogy működik a pop szakma. A Kylie Minogue az egy nagyon jó példa erre. Most van egy új lemeze, lesz világszintű koncert körút, és egyből saját rúzst dob piacra, véletlenül villant egyet, nagyon szexi videóklippet hoz, megjelenteti egy cikkben, hogy ő tulajdonképpen szingli és szerelmes akar lenni. Tehát az egésznek egy a lényege, van egy új lemez, és ezt be kellene menni a bódba érte. Ami ebből minket érdekel, az, hogy van egy új dal ezen a lemezen, az Into the Night, ami Into the Blue, ami szerintem egy nagyon jól sikerült kis szerzemény. Into the Black, Into the Summer. Az I betű biztos benne van valahol. Na, és ugye a Facebookon zajlott ma is egy játék, akinek a mie, ez van, amikor testrész, van, amikor egy tollrészlet, van, amikor egy telefonrészlet, bármi lehet. Ugye van ma is egy nyertesünk,
És az a nyertes, ma mit ajánlottunk neki? Egéralátétet vagy nyakbalkasztót? Nem, az tegnap volt. Tegnap akkor ma újra kap egy nyakbalkasztót. Nyakbalkasztó. Jó, egy morning show-s, Klassz FM-es, fehér, citromsárga, gyönyörű kis pasztartó nyakbalkasztó. Ez a régi, ez már csak nekem van, fekete. Az új, ez fekete. Ez már csak nekem van, azért csak néz ki egy jól, mert ápolom. Ja, szóval akkor még egyszer mondom, fekete alapon fehér, Klassz FM a rádió felirata, gyönyörű, a szép. Az sem. Fekete alapon nem, ez most már piros. Csetek már, meg közelebb vagyok az 50-hez, mint a 30-hoz, vagy mint a 20-hoz, érde? Hát persze, hogy már színvak is vagyok, hát baj ez? Hát jó, csak hogyha olyat kap, ami sárga, akkor reklamálni fog nálad, hogy a fontot fehér lesz. Színvak vagyok. Sipko Rita nyerte a Facebook oldalunkról, az új közömet fotóztuk le egészen közelről, ami úgy nézett ki, mint valakinek a csúnyája, de nem. Egy sima hüvelykúj, tenyérúj, új köz rész volt, és Sipko Rita egy Facebookozunk nyerte a mai ajándékot. Így van, jó? De ez a téma ezzel a maival már sírva száll, ez az új köztemető. Így van. Holnap valami egész más lesz. Egy perc, a 10 óra Csabi jön a kiválságműsorral, 555-5500. Jó, ne hagyjátok magatokat lerázni, kérjetek. Na, jó van. Kérjetek Csabitól, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.